Jó estét kívánok mindenkinek! Sziasztok, sziasztok, sziasztok! Cső Laci, hello, hello, hello! Sziasztok, sziasztok! Csácsomi cső tészta! Reméljük elindul a stream! Laci, hello! Ó, de jó, hogy ne indult volna-e? Hello, 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 sziasztok! Jó estét, jó estét! Jó estét, jó estét! Sziasztok! Hello, hello! Jó estét kívánok mindenkinek, sziasztok! Sziasztok, sziasztok, sziasztok! Cső! Hello! Hello, hello! Izgalmas lesz már ma! Sziasztok! Jó estét! Jó estét, jó estét mindenkinek! Hello, hello, hello! Jó napot, jó napot, jó napokat! Pillanat! Hello, hello! Megy, mint az állat, Smith. Köszi, Smith, láttam a tagságújításodat. Sziasztok! Köszi, Bence, a 10 hónapodat. Nagyon kedves vagy. Hello, hello! Jobbulást, Kevin, jobbulást, jobbulást, jobbulást. Izgulok én is. Sziasztok! Várjátok, mert majd le kell játszanom valamit. Így van. Jó, majd le kell játszanom valamit itt a live elén. Hello, hello, azt kerestem. Cső, sziasztok. Cső, cső, cső. Szia, Krisztina. Szembek, Stumble Guys lett egy csöm. Gratulálok, gratulálok. 5000 lesz a tagságújítás, oké? Okay. Cső, cső, sziasztok, jó estét. Köszi MGames a 8 hónapot, jól vagyok, köszönöm. Tegnap Valentin napoztunk. Milyen hajam van? Kell mennem fodrászhoz is már. Te milyen hajam van? Te jó ég! Te jó ég! Szia Kitty, hello! Köszi Jimmy a 44 hónapot! Hát én is kíváncsi vagyok, nagyon vártam a mai napot. Kíváncsi vagyok, hogy ma mi lesz. Mi lesz? Jó volt a Valentin. A TikTokon meg tudjátok nézni a videót, akit esetleg érdekel, hogy hol jártunk, merre voltunk. Szép estét, sziasztok! Cső, cső, cső! Jól vagyok, Bálint, köszi! Szép estét! Jó minden! Kíváncsi vagyok a mai napra én is, hogy mi lesz. Nem tudom, hogy Diego hogy fog dönteni. Nem nagyon tudom amúgy még mindig. Úgyhogy érdekes. Viszont kaptunk egy videót a testvéremtől. Azt fogjuk a live elején megnézni. Na, Benjamin, jó van, de elfeleztétek remélem a 10000-est. Szia Flagma, köszi Csaba Balázs a 22 hónapot, te jó ég! 22 hónapja, ráadásul kiemelkedő szponzor. Köszönöm szépen a támogatásodat. Szia Krisztián! Zene hang, állítólag nem copyrightos, úgyhogy meg fogjuk most hallgatni, jó? Szia Claudia, szép estét Márk! Pizza kész, kezdődik a sorozat, Lacek, jó étvehet kívánok neked a pizzához. Milyen pizza? Amikor én rájöttem, hogy a Shongoku pizza az nem az animéről lett elnevezve, ki voltam akadva, nem sonka, gomba, kukorica. Robi, Valentin napra 14 hónapot kaptam tőled, köszönöm. Köszönöm, köszönöm. Szia, Bence. Szia, szia, szia. Ja, de majd a copyrightos flagma, akkor majd utána. Majd úgyis kiderül. Hello, 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 jó estét. Jó estét, jó estét, jól vagyok. Így csinál, így. Eltakarom a hajam. Mekkora homlokom! így jó lesz, nem? Te jó ég. Te jó ég. Így. Így se jó. Így se jó. Ilyen kis göndör. Göndörödik a hajam, az a probléma. Úgyhogy el kell menni fodrászhoz. Hawaii pizzát nem szeretem. Nem, egyáltalán. Shongoku. Hát ja! Sonka, gomba, kukorica. Nem tudtátok? Én ki voltam, én felnőtt koromban tudtam ezt meg. Na, nagyon jó, Benjamin. Ez király. Ez király. Király. Jól vagyok, Bius. Köszönöm szépen. Kösz, kösz, kösz. Kösz, 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 kösz. Családi titkok harmadik rész. Így van. Hát meglátjuk, hogy mi lesz ma. Szerintem sokan vártuk a mai részt. Nagyon kíváncsi vagyok. Kicsit félek amúgy. Diego bajba van. Nagyon nagy bajba. Jól vagyok, Karcsi. Köszönöm. Boldog Valentin napot, köszi, köszi Alex. Nagyon jó, Lacek.
Szerinted az ananászhoz való rá, vagy nem? Én nem szeretem a hawaii pizzát, nem. Nekem fura. Fura. Nem voltam két live-ban, addig mi történt. Te jó ég! Hát olyan durva dolgok történtek, hogy ezt fel sem tudjuk dolgozni. Fel sem, el sem lehet mesélni, hogy itt mi történik. Durva lesz a mai nap, bánni szerintem. Neveld meg, arra volt, lehet csak egy próba. Ja. Ja, lehet, nem tudom. Félek igazából, ez egy olyan döntés, de nem, azt mondták nekem a srácok, hogy az alapötletet tárgyalták ki, elfolyultak egy kicsit a dolgok, és hát itt ugye nagyon sok RP szál van folyamatban. Köszi, Hellboy megszületté! Csá! És vadállat szponzor! A 2200 forintos szponzor, Hellboy megszülettél. Gratulálunk születésedhez, Hellboy lett a neved. Gratulálunk. Fiú született? Hellboy. lehet, hogy le akarnak váltani. Nem tudom, még itten meglátjuk, mi lesz. 45-kor nézzünk egy videót, jó? Meg közben a testvérem is küldött egy videót mai nappal kapcsolatban. Úgyhogy azt is meg fogjuk nézni a live elején. Így van. Hello, sziasztok. Jó estét. Szia Norbi. Maci Laci, most nincs moderátor felvétel. Szia Csaba. Múltkor volt moderátor felvétel, úgyhogy... Ja. Akkor azt felcsapodok, hogy most az elnöt fordul, és lehet, hogy... Tényleg, várjatok! Ez igaz, Anita. Nincs baj, Ferenc, ne aggódj. Ez igaz? Nem némítom, Máté. Hogyha én megölöm a rabot, akkor akik most velem vannak, ők fognak haragudni rám. Szóval, ha meg nem ölöm meg, akkor meg a másik csapat. Itt akkor nincs jó döntés. Cső, Tomi 27, cső. Akkor itt nincs jó döntés, nem? Hello, sziasztok! Nem tudom kit, hogy mit szeretnének, hogy tesztelnek-e, de kicsit tartok itt a döntéstől. Csak annyi RP szálunk van most, mondom, itt a testvérem is küldött egy videót. De viszont arra, hogy fog oda kerülni? Itt még ez is kérdéses. Köszi, Levi Magic is megszületett! Fiú gyermek születik! Levi lett a neve! Áldozom fél magam. Az a jaj, kár attól, hogy nem lehet fejbe lőni magam, nem? Ja, már kelek, ja. Nem lehet öngyilkosnak lenni. A vártnak kell lépni, amire egyik fél sem szállít, ja. Én azt nem értem, miért akarod megölni az arabot. Krisztián, azért, mert akkor az én főnökségem visszatér az eredeti pozíciójába, és nincs szétszakadva a csapat. Ugye nem tudom. Itt olyan kérdések vannak. Igen, Zsolt. Igen. Szia, Szabin, látod, de én nem vagyok ott egyből bajban, hogy én mondtam, nézz a hátad mögé. Hát így van, Szabin, a figyelmeztetté. Szia, Krausz János, szia. Figyelmeztetté. Nem voltam elég óvatos, azt így főborult a rendszer. Köszönöm, Bius. Ja, vagy arab lőle engem. Na, az még szép lenne. Lőtt fejbe a fejbújtót, de nem tudjuk ki a felbújt. Itt nagyon sokan vannak. Jobbulás, Tomi. Virágot, Zsolt, virágot. Halimárk, sziasztok. Mikor megy az RP? 45-kor megyünk fel a szerverre, Zalán Domán. De előtte mondom, nézni fogunk egy videót, mert küldött egyet a... Hogy hívják a tesómat? Milyen Rafael? De mindegy, akivel találkoztunk, tesómat. A Vikkel. Köszi Péter Füleki a live rajongói tagságodat. Hát igazából az Aldidrek a felbújtók, ja. Ja, zsoldosok is visszatértek, tényleg. Hú, itt mi lesz máma. Nagyon durva. Ja, videónézésre kezdünk, Glória, igen. Igen. Emlékszek, Szabolcs. Tomás Rafael, jó. Na, szóval tőle kaptunk e-mailbe egy videót, úgyhogy ma nem tud lenni, de egy videót küldött nekünk. Hát kíváncsian várjuk annak az RP-nek is a folytatását. Hello Miklós, szia Kevin. Tessék. Az mind szép és jó, hogy mi most elmentünk érted a D-nek a... Igen. Lába, de D az nincs IC. Tényleg? Tényleg? Akkor ez még jó lesz. Jó, köszi.
Csett, ez mi? Hát én be vagyunk ragadva a házában, nincs ICA, adé. Jaj, ez jó. Szóval Ádikáik eljöttek, értem. Úgyhogy... Milyen Hellivel Ferenc? Hát nem lehet kibenni. Most csak így tovább ne öld meg a robot. Nagy fejlődés. Köszi, Németh Zsolt. Milyen fejlődés? Milyen fejlődés? Sziasztok! Hello, hello. Jó estét mindenkinek. 4M Evolution. Nem a Zsoldostól kaptam a vidit. Nem. Tetőre nem lehet volna felmenni. Ezen a házad nem lehet felmenni a tetőre szerintem. Add fel magad a rendőröknek és egybe lesz a csapat. Ján Bóna írja. Hát nem hiszem. Ott hagynának a börtönbe szerintem. Szia Benci, neked is legyen szép estéd. A HQ-ból vesztek két és a golfpályára leszállak. Ferenc, mit nem értesz? D-házába vagyunk. Nem a sajátunkba. Ferenc! Figyeljé! Sziasztok. Már ott vannak D-házán, a többiek jöttek értem, de nem tudok bejönni, meg kibenni, nem? Mert D-nél van a kulcs. Márk, meglátjuk. Hogy mi lesz ma. Az biztos, hogy izgalmas lesz, mert még én sem tudom, hogy mi fog történni. Ez a legjobb az egészben. Nekem az a kérdésem, hogy arab hogy fog oda kerülni. Itt ez a legnagyobb probléma, hogy arab hogy fog oda kerülni. Hello Milán, hello. Köszönöm Olivier Béla Víg. 45-kor megyünk fel, de előtte nézzünk egy videót, ami 2 perces, jó? Admin vagyok. Hát jó, csak RP-vesen kéne valahogy megoldani. Lelkiznék picit a csapatodnak, hogy lássak, hogy nem vagy befolyásolható, nem vagy meg a robot. Ja, Dark, ez jó. Tudom, de felhívod valakit a csapatba, hogy jöjjön oda Hellivel és szálljon be, érted? Ferenc! Mentsen meg valaki. Ferenc! Hogy szállna már be oda a helikopterre? hogy szálljon be a házba? De ne, a magában az épületbe vagyok bezárva, nem a kerítésen, nem az udvarba. Ferenc! Sziasztok, jó estét mindenkinek. Most esett le neki, Ferenc! Nagyon jó vagy! Nagyon jó, imádlak! Cső. Tudod ki a kopa, vagy a bácsi Bozsa? Ez egy állat. Hozzá a lockpicket és leerpéz egy feltörés kibringel valaki. Ja, ez mondjuk igen. Ez mondjuk jó. Ja, kösz is Toki. Cső. Jó estét kívánok, jó estét, aki most érkezik. Szia Dani, kakilok, addig tudsz várni előre is, köszönöm. Máté, nem! Attól, hogy te kaki, nézd közben, telefont vidd magaddal, ha nem úgy, de nem úgy csináljátok. Hát ez hihetetlen. Sógor nem kérdez, sógor megissza. Ja, ez a sógorral közös pólók. Ferencnek kéne csinálni egy új emótot. Ferenc, ne kérdez hülyeséget. Könyörgöm, Ferenc. Na, nézzünk videót, jó? Oksa? Nézzünk videót, mert megérkeztek valakik. Nem, a Zsoldosoktól kaptam a videót. A test Tomás Raffeltől kaptam a videót, aki esetleg itt volt, úgyhogy megjelent a testvérünk is. Úgyhogy, ja. Na! Szóval, nagyon kis a házfelújítás, pacilaszik, nagyon helyes. Szia Dorina, hello. Jó estét mindenkinek. Cső, érezzétek jól magatokat. Nem tudom, hogy fog dönteni, úszunk az árral, azt se tudjuk, hogy az arab hogy kerül oda, úgyhogy ez lesz a mai részben. Nem tudjuk, hogy mi lesz, nem tudjuk. Sziasztok, üdvözlöm a moderátorokat is, csá! Cső. Jó estét mindenkinek. Én is kíváncsi vagyok. Na, nézzük a videót, jó? Mindjárt adom a képet, jó? És akkor, köszi Lackó Benjamin! A live rajongói tagságodat.
Hát Levente, ja, ez általában. Na, adom a képet, jó? Na, ezt ő Tomás Rafael küldte, a testvérünk, jó? 2 perc. A történetünk egy testvérpárról szól, aki még nem is tudják, hogy meg kerülöttek ezen. De most hadd meséljen nektek Tomásról. Tomás. Értitek? Én annyit hagyd meséljek Tomásról. Ő éppen úton van Oroszországba, hogy segítséget kérjen egy régi barátjától. Úton van Oroszországba, hogy segítséget kérje valami barátjáról, barátjától. A történet most lesz csak igen érdekes. Figyeljétek, mert nem maradjatok. Miért? Baj lesz. Davaj, mechanics, davaj, davaj! Szóval azért nincs ma, mert elutazott Oroszországba. Mechanics, davaj! Ha? Igen, a tesóm küldte. Igen, Tomás Rafael. Itt van, ő az, ő az. Здравствуйте, товарищ. Здравствуйте, товарищ. Как я могу вам помочь? Abban kellene, hogy a fivér elég nagy szarban van. Melyre pályáznak. Meg akarják kölni az egész hatóság vadászik rá. Szóval elment Oroszországba, hogy segítséget hozzon nekem? Te kovicselim vám ettó oroszeg, hogy illim vám úgy nyóna. Igen, kellene pár kemény kötés csávó, akikkel el tudjuk egy kicsit simítani az ügyet. Köszönöm. Most kolyú, de mi a legkép videó? Hát, négy ember gondoltam jó magamra és rád. Ja, stávjó. Lázó kisfájó 47 van, Dani. Én letészem a lantot. Letészem a lantot. Csett, le. Most is erpézünk, csak még ez az előzménye. Csett repülnöd, Csipi. Hogy menj el... Forrasi. Mikor tudunk elindulni? Majd olyan szajam zátra útra. Jó, vérem. Hajnalban ott leszünk. Elindulunk. Semmi gondod nem lesz. Vigyázunk rád. Bá. Nagyon jó. Szóval elutazott Oroszországba, hogy hozzon pár ütőképes embert. Jól értettem? Jól értettem? Nagyon jó. De. Nagyon jó. Na, ez izgalmas lesz. Ma nem lesz, de jön majd, akkor hoz még embereket. Hát ez jó. Ez jó. Ez jó, ez jó, ez jó. Na, megyünk fel a szerverre. Óriási dolgok történnek. Nem kell neked segítség, vagytok vagy 40. Hát Norbi most nem úgy néz ki. Na, hasítsunk fel. Gyűnnek a ruszkik! Gyűnnek a ruszkik! Tegnap amúgy, ha lett volna a stream, akkor se lett volna RP, mert összeomlott a fájvem teljesen. Ja, a bagoly nagy RP-ket hoz, folyamatosan. Fodrászat mikor lesz? Ja, tudom, már megyek majd! Nem süketítetek meg, mert én igen. Te jó ég, hát mi? Ilyen hangos? Te jó ég! Mi történik? Szedd alá! Jó van, szerintem mindenki megfüketült. Bocs, chat, nem számítottam erre. Jó volt rá, nem lesz. Kösz. Cső, Ekvész, cső. Pont időben, sziasztok, nem az én fülem bír. Ja, bírjátok, jó van!
Jó van, fiatok bírják. Ja, kíváncsi vagyok, hogy mi lesz. Na, szóval megérkeztünk. Alszik. Bejutottak. Jó reggelt! Vagyis jó nap, hogy jó estét, vagy nem? Ott van, kikelt. A tojásból? Várjál, most megnézzük magát a tükörbe. Hello! Hogy hol van? Szia! Azt sem tudom, hol van! Reggelt. Engedjetek ki, mert nem látom magamat, még csípás a szemem. Várni kell egy kicsit. Jó. Nyisd ki a szemem, jó lesz majd. Jó, kinyitom a szemem. Na, hát mindjárt betűtünk. Hova mész? Nem arra van a kiárat. Jó, tudom, várjál, csak várom, hogy kinyissam a szememet. Néztek alvás közben, ez annyira beteg, nem? Hogy bejöttek. Aludni, gyere már fő rádióra. Megyek, nem tudom mi lesz az, de megyek. Hát mondhatom? És akkor nah, nem mondom. Nem mondom. Mert miért mondjam? Hát már... Szevasz arab! Jó, nem baj. Hála szia. Istennek, hogy itt vagy! Na, hello, mi a helyzet? Hát szia. Figyelj, hát hol voltál eddig? Jó, hát most... El voltam utazva egy picit, érted? Ja, jó! Jó, örülök neki. Elköltötte a nagy pénzeket. Hát, jó. Tudod, amiket lehúztad, azt most elköltöttem mindet. Jó, hát van még fél millió nálam, de majd berakom a kasszába. Igen? Érted? Persze, persze, nincs, akkor nem. Akkor fel az enyém, nem? Tehogy a tied! Tehát a te részedet ja, odaadtam. Na, menjünk lejjebb. Menjünk mindenki haza. Menjünk, gyertek ki. Menjünk haza? Hát majd mindjárt, igen. Mondjuk el a rabnak. Szevasz! Én vagyok Szicilém az újjó. Jó, én is főmegyek, jó? 2.23.50. Yeah, jó. 2.23.50. Na itt a bika! 2.23.54. Szevasz, bika! Szevasz, főm! Hogy vagy? Jó vagyok, köszönöm. Jó van, örülök neki. Én nem annyira. Hogy őszinte legyek, a mai naptól egy kicsit félek. Nem felejtettem a hétfőt. Amúgy van egy kis infóm, azt mondja, hogy beszélni. Jó, oké. Hát a szülnapod lesz, Bika, tudom. Hát ez jó van, úgy de szeretlek főni. Amúgy nekem is holnap az lesz, csak mondom. Tényleg? Tényleg, esküszöm viccen kívül. Nem, tényleg? Mondom. Tényleg. Na jó van majd, ha lesz, kapsz valami ajándékot. Sőt, mekkora? Az a minimum. Legalább egy autót fejenként adjatok. Rosszul vagy! Hello! Jó napot kívánok, Mika Zsoldos. Ó, bakker, vele is ma kellene menni. Szevasz, Zsoldos. Hello. Szevasz, itt vagyok. Ja, ja, jó van, jó van, jó van. Figyelj, mert ne ilyen fázis késésbe köszönjél már. Bakker. Érted. Mi újság? Figyelj, csak figyelj már, Dév, az a helyzet, hogy mai nap folyamán kicsit fáradt vagyok, és gondoltam, hogyha a szerződést nem is tudom neked megmutatni, akkor a videót azért átküldöm, vagy neked jó. Jó, azt szeretném látni. Oké, egy Bebont. Olyan 5 perc és küldöm, és akkor majd a szerződés, hogy kibérett fel minket, azt majd vasárnapi nap folyamán meg fogom neked mutatni, jó? Jó, rendben van. Ezt én azért szeretném neked megmondani, mert az az ember az az ellenségem. Jó, rendben van. Jó. Hát okay, ha megtudom, hogy ki az, én is kinyírom. Jó, oké. Okay. Okay. Csak is, hogyha megnézted a videót, akkor visszahívsz? Igen, csak dobj egy SMS-t, jó? Küldök, oké, na, csak. Cső. Mi hozzánk? Visszak na, chat, kapunk ma videót a Zsoldostól is. Feri, figyelj, ha valakinél látok fegyvert a kezébe, azt én személyesen fogom fejbe lőni, jó? Ezt most mondom. Hát a kezébe, de... Ja. Nem, Feri, nem visztek fegyvert, nem tudom, nem érthető, nem magyarul mondom. Nem osztok fegyvert, meg lőszer se senkit, kés a... Öt darab gépeljem szét a Ferit? Amúgy légy szíves. Jó, ne, úgy, nem kell. A Feri, hát sön értem gettó pup. Na, mondjad. Ja, persze, mehetünk. Gyere, jöttem az ízéget, Tóbor. Szia, Norbi. Hívott a izé, a feka. Igen? Azt mondta, hogy 19-20-ra menjünk a humánhoz, és akkor egy béketárgyalást akarnak. Ja, így hallják, törbe az arabot, chat. Jó, akkor azt
20 perc. Érdekes, mert megyünk mi hozzá. Ja, és akkor azért nem viszünk fegyvert, mert hogy ja, akkor béketárgyalást, ahogy félreértsék. Ő is mondta, hogy fegyver nélkül jönnek minden, ő is mondta. Találkozunk mi nálunk, lerakadjuk mindenkivel a fegyvert, azt akkor onnan együtt mindenki. Most hív a Róka, akkor gondolom ő is ezt akarja mondani. Valószínű, aha. Szevasz, Róka! Szép napot, kedves Diego. Na, hogy aludtál? Elég rosszul, hogy őszinte legyek. Feszült vagyok, remegek, lenn van a cukrom, baj, mérnyomásom az egekben van, és tiszta hideg vagyok. Hát már is tiszta hideg vagy. Huha, mi lesz itt majd egy kis idő múlva? Háj, Diego. Emlékszel még a feladatra, amit adtunk neked, ugye? Emlékszem. Épp most mondta az arab, hogy 19-20-ra kell menni a humánba. Ó, na, hát az nagyon jó. Jó van akkor. Akkor már tudod a lényeget. Tudom, igen, tudom. Jó gondold át a döntésedet. Mert lehet, hogy ez lesz életed legfontosabb döntés. Hát az biztos. És lehet, hogy nem egy, lehet, hogy nem kettő, hanem lehet, hogy fél tucat, vagy akár több tucat embernek a sorsáról, jelenétről, jövőjéről, és talán az életéről is. Ez az egy döntésed fog dönteni. Úgyhogy nagyon jó gondold át. És várjuk majd a döntésedet, és téged is a csapatot. Ki elindult mi hozzánk egyébként? Rendben, oké. Ravasz a Róka. Rendben. Okay. Akkor várunk is sok szeretettel. Nagyon jó hozzák ezt a rossz fiú. Hú, csehát, várjátok, arabnak most el kéne mondani. Finom. Szervusz, kedves Diego, nem kell idegeskedned. Mondjam el. Mindjárt mehet, arab, gyere vissza, na, akarok még valamit mondani. Na. Hát ameddig nem voltál itt, addig történtek dolgok, ezek ketté választották a csapatot, nem tudom, hogy mennyire tudod ezt az információt. Az történt, hogy az embereket képzeld el választás elé állították, hogy vagy mellénk állnak, mellén meg melléd, vagy a másik sziasztok csapatba. Ezen a rádión vagyunk? Szia, igen, gyere barátok! Halkítottam rajta én is. Nem. Tudsz rajta halkítani, ha oldalt nyomogatom. Mindegy, lecsatlakozok. Szóval ez történt. Ketté választották a csapatot, és most azok vannak itt, akik melletted, illetve mellettem döntöttek. Aha. A másik csapat azt sérelmezte folyamatosan, hogy te parancsolgatsz nekik, és mindig felülírod az alfőnököknek a döntését. Jó, de figyelj, annak ellenére mégis most béketárgyalást akarnak, érted? Szóval akkor most akkor valami változott az óta, vagy nem tudom. Figyelj, nem biztos, hogy ezek béketárgyalást akarnak. Te ezt mondták neked, és akkor te elhiszed neki. Ki mondta a Feka a béketárgyalást? A Feka, igen, a Feka hívott, én mondtam, béketárgyalást akar. A kicsoda. A Putris! Az mondta, amúgy ő jó. Hallod, de... Félj, most el kell mondom neked. Elmondom az igazat, mert te vagy a másik legnagyobb főnök. Azt mondták nekem, és most ők oda akarnak téged csalni, hogy válasszak, hogy te vagy a csapatom. És azt mondták, hogy meg kell, hogy öljelek téged. És akkor áll minden vissza a normális kerékvágásba. És ezt ki mondta, a Feka? A Feka? A Róka, a Wolf, a Kolc, a Tüdő, mindenki, aki a másik csapatban van. Az szép. Akkor hátba szúrtak, minden volt, amit értem. Igen, ezt lehet így is nevezni. És ezt neked mondták, nem nekem a szemtőszembe. Így van, hogy én így tudok bizonyítani, hogyha megöllek, akkor visszáll minden a régi kerékvágásba. De hát egyértelműen nem akarlak téged megölni. Hát így, hogy elmondtad, így gondolom. Igen, menjünk bele a játékba, mit szólsz, próbáljuk, majd nézzük meg, hogy mi fog történni. Jó. A legrosszabb esetben akkor hatalmas nagy lövöldözés lesz. Hát figyelj, a legrosszabb esetben akkor engem is kinyírnak. Hát figyelj, nálam meg nálad legyen fegyver, én azt mondom, kettőnél legyen fegyver. Jó. Hát tényleg, hogyha a legrosszabb esetben, most ők lesznek ott négyen vagy öten, hát ketten csak lelőni 4-5 embert, nem? Mert többiek nem lesz. Hát ja. Jó. Jó, menjünk bele, nézzük meg, mit akarnak, hallgass majd. Oké. Rendben van. Jó, akkor menjünk hozzánk, oda hívtam már többieket, jó. Azt akkor onnan megyünk. Jó, gyors telefonálok, mert közben ezzel egy dolgom van. Hogyne. Behetünk, srácok. Figyelj már, főnök. Na, csámizu.
Na figyelj, már átment, átment. Jó, meg fogom nézni, jó? Ott jó. A laptopon megnézem. Oké, oké. Figyelj már, hát. Írtam, hogy egy szép SMS-t, nem olvastad el? Mindjárt elolvasom az SMS-t. Oké, oké. Na. Cső. Csá-csá. Szeretlek. Ki tud venni a pandemenet? Ó, tényleg? Hol? Nagyon jó, gyere velem, Bika. Majd szeretnék majd veled négy szem közt beszélni. Jó van. Én meg... Tök mint a kány szem közt, csak akarok mondani egy-két dolgot, mert... Történtek mi? Intézkedtél? Nagyon jó. Jó. Akkor azt meg később, jó? Arabékhoz megyünk, vagy mi hozzánk? Na, arabékhoz. Bejelöd, légy cidé. Persze. Nyitom már. Jó. Sziasztok, hello, hello. Az a lényeg. Jézus áron, ilyen szempustja. Igen? Szereztem belőle pár dologot. És jó cucc? Hát nem jó. Tudom, Mika próbálta. Igen? Mika, jó? Jó féle. Mit érzel, jót? Ugye? Úgy nagy hatáson nincsen neki. Be van állva. Annyi van, hogy az energiállat negyedik felviszi. Negyed és fél között van a csík. Ja, értem, értem. Jó. De mellé mocsok drága. Egy darab 4000 koin. Hú, de úgy az áll igen. A szemem. Ide beállok. Adok egy kis mintát neked, hogy próbáld ki. Minden oké, köszönöm. Ó, szép! Ez várjál, fölni, adok neked. Jó. De négy darabom van, azt odaadom. Jó, jó, jó. Nézzük meg Joker videóját, de most menni kéne, utána kéne megnézni. Valentin napot remélem magad töltötted, mert nem érdemled meg a szerelmet, hogy ez egy mekkora egy bunkó. Hogy ez mekkora egy bunkó állat. Hát ez ki? Ez ki ez a csávó? Ez egy bunkó. Mert megyek, csak majd kell néznem valamit, de megyek. Utána is ráérsz, most hogy én eszem ezt a telefon. Most vannak fontosabb dolgaim. Hát ez elég fontos, igen. Ez a csávó. Hú, kemény. Bobby még mindig haragszik azóta is, igen. Jó, de most ez fontosabb chat. Tisztelet. Sziasztok. Tisztelet. Hello. Cső. Sziasztok. Hello. Mindenki lerakta a fegyvert meg a lőszert? Ugye nincsen senki. Miért nem kell lőszert? BMW, te itt vagy? BMW. Már el. Öcsém. Csuma. Szia, Leo. Na jó, mindig, nagyon érdekel, hogy a telefonál, haladjunk, mert kifutunk az időből. Szóval, akkor nincsen senkinél fegyver, mint lőszer, ugye? Megkérdezem még egyszer, biztosan biztos. Akkor tegyétek le, dobjátok ki. Levonták a babavárba. Tegyétek be tárolóba, vagy kocsiba. A kézben ne legyen senkinél. Jó, hát. Ja, most nem tudom, mi van. Már kint egy ajtót. Jó, barátsz, köszi. De meg később. BMW azt mondta, hogy megkenhető, ugye? Oké, köszi. Szuper. Na jó, ami most történni fog, a Feka felhívott, hogy most hogy itt a napokban ilyen nagy feszültségek voltak itt a két család között, meg itt a vezetők között. És most elmegyünk, és a Fekával lesz egy, ugye a Fekáikkal lesz egy béketárgyalás a Humánban. 19-20 körül már várnak minket. Úgyhogy ők is fegyver nélkül jönnek, ezért megyünk mi is fegyver nélkül. Úgyhogy meg fogjuk beszélni, és remélhetőleg akkor pontot teszünk most ennek a végére. Az Anniból ez a terv. Nézd meg a videó! Aztán meglátjuk, hogy mi lesz ebben. Valakinek valami kérdés, vagy bármi? Fontos egyébként, bármi történik, nem verekedtek, nem lőttök, nincs kés, nincs biska, semmi. Igen. Szia, szia. Kiben hogy beszélek? Vagy? Kivel? Horváth Ivannal. Ivan. Szeretnék csak lakozni hozzátok. Horváth Ivannal.
Hú, most az a helyzet, hogy nem érek rá, jó? Ne haragudj, okay, most nem okay, tudunk akkor találkozni, majd egyeztetünk egy másik időpontot, csak most ezer egy dolgom van, jó? Oké, okay, jó. Oké, okay, köszönöm, okay, hello. Cheers. Nem tudnak. Köszi, Romi. Szerintem ennyi bizalmat adhatunk nekik, hogyha azt mondják ők is, hogy fegyvernék jönnek, akkor mi is fegyvernék jönnek. Fekáikkal. Leo, Róka, Kolc, Kutyuli. A másik csapat. Másik csapat, így van. Majd azt mondom, üljünk kocsiba, aztán igazán nem szerintem. Jó, én még le kell üljön kalapéra 2 percre. Jó. De a többiek indulhatnak. Ha megvárlak, mert velem jöttem. Ja. Én jó, csak megnézzük a videót, jó? Mert itten mondjátok, hogy de fontos lehet a videó. Mi a címe? Megkaptuk az... Ez 6 perc! Ez 6 perc! Na de... Jó van, beleférünk még, nem? Beleférünk még. A tégla. Szóval a tégla. Ez az... De... Hé, tiszteletem, testvérem, tiszteletem. Mi a helyzet? Nem, mondtam. Hello. Ez az olá. Jó minden. Ez az olá. Figyelj már. Én mondtam. Nem tudod végezni a munkát, amit adtam? Igen. Hallgatom az információkat. Na. Akkor ugye a hákult azt tudom, azt stabilan tudom. Igen. Majd a kocsiba meg kell szállnod, bejárulok. Jó. Igen. Ez a bázis. Kinek a bázisa? A fekáiknak a bázisa. Aha. Hát, szóval akkor király. Szerinted hogy jöttek olyan hamar oda amúgy, amikor izé volt? Aha. Nagyon jó barátom. Ezért már megérte. Nem tudtam én, hogy hol van ezek a házuk. Jó, van egy garázs, nevek? Nevek? Igen. Hát, vannak a szövisük is, ugye ezek a diázék. Diázék a szövetségesük, igen. Igen. Hát azok kb. Ilyen 40-en vannak. Ki a diázék? Hát összesen, ketten. Múltkor annyian voltunk. 40-en? Így igaz. Hát mit csináltatok te 40-en? Tudja a gyász. Ja. Remélem, hogy nem buktál le. Vagy nem sejtnek semmit. De én sejtettem! Aha. Nagyon jó. A szövisek azok narancssárga kocsikkal szoktak. És ugyanilyen golyóálló mellé, csak az narancssárga. Ugyanilyen ezek ki, csak narancssárga golyó mellé. Igen, Gábor. Értem. Nevek? Hát ott van a farkas, szarvas. Szarvas? Szóval. Hát az van a nálunk a szarvas. Aha. Tovább? Vagy Kutyuli, vagy mindenki másképp szokta hívni, szóval, ja. Hogy hívják? Kutyuli? Kolc. Ja. Uh-huh. Az nem tudom, az ilyen kis fura pösszén beszél. Aha. Értem. És valami igazi neveket a diazon kívül? Na, vannak ott lányok is. Van egy bosómaci, izé, maszkos. Uh-huh. Vannak nálunk a feka, az arab, a vajda, ezek a vezetők. Vajda. Az ilyen sétáló bottal jár. Fődobja a BMW-t is. Hát mi ilyen zöldessel? Diaz? Az ilyen narancsárga panda most kapta az egyik izé, azt hiszem D-től. Uh-huh. Hogy ki a gyász az. És nem hallgatóztál bármilyen tervben? Ki a gyász az? A városba? Vagy kikkel vannak jóba? Múltkor itt voltunk itten a Jézusnál. Igen? Az itt rendesen megfingatták. Igen. Hát ez szomorú barát. Hát igen. Húha. Igen, és... Jézus jól van? Jézus? Ez nagyon jó info. Ilyen infót rég kaptunk. Nem mentetted meg? A borak, hogy amikor vagy 8 millióval itt álltunk.
Ja, vitték olvasztóba, annyit tudok. Igen. Az mondjuk elég szomorú, basszus. Ja, még van a szövicsipti, az a róka. A róka, igen. Igen. A múltkor nem tudom, hogy tudod, de a gátnál, ottan arra jó messzire. Igen. Ott valamilyen tüdő rommá ütötte, tehát a pingvint azt ki kéne képezni, mert pingvint úgy megütötte, hogy így összeg. Igen, igen. Sajnos ezt hallottam. Te nem pirulgálva. Mit csinált a pingvinnel. Szomorú, szomorú barátom, hogy egy gyerek úgy nem hagyják az ember végén. Lehet BMW tudta. De vissza fogunk térni a városba. Még egy ilyen, nem is tudom, egy ilyen 4-5 nap. Mire azt fel tudunk egy ilyen erőt mutatni. Addig a Fortnite kires nálam. Azért információkat még gyűjtünk mi is. Meg akkor... Ha izélni, akkor Rónak a Diazzal, akkor valamit kezdje, jó? Kérdezősködjél. Fekájékkal is minden, jó? Jó, sem. Így van, így van. Ez kemény. De biztos, hogy izé, hogy ezt a firma fizetséget tessék. Persze, Gergő, hát úgy, így van leRP-ből. Fél kenyér elég, érted? Így fél kenyér szerepre, igen. Azért, azért, azért. Ennyi infót tudtál összeszedni, tesim? Vagy még van még valami? Más lehet sorra szóltak tőlük egy fegyót is. Tőlünk? Nem tőletek. Elcsort egy fegyót? Megálltó. Igen? Elgyanáztam tőle egy fegyót. Elgyanáztam! Jó, nagyon jó. Figyelj, csak meg kéne tudni még azokat az információkat, hogy mik a tervük, érted? Kicsit kérdezzél rá, érted? Hívj rá Diazt, kérdezzél rá, hogy mit gondol, hogyha zsoltosok visszajönnek, meg a Jézusról, érted? Jó. Meg hogy mik a terv a szövetségesekkel? Hát az azt mondták, hogy ez hosszú távú lesz nagyon, mert hogy az maradott jó kijön. Ennyit hallottam múltkor. Szóval akkor ők akkor csókolóznak. Hát lehet mást is csinálnak. Aha. Jó van, köszönöm. Ez az Zola. Valahogy olyan jövő, van ilyen kis vitákat, vagy bármi hasonlókat, jó? Lestukkoló fejjel, az jó van. Kb. Ez is egy megoldás. Ennyi. Ez is egy megoldás. Maradj mindig Diaz mellett, és bármiféle információ van, tudod a telefonszámomat, aztán meg átküldöd nekem, jó? De én ezt nem hiszem el. Annyit kérek, hogy le ne bukjál, jó? Én nem bukolok, ha bajszóról felismernek. Rendben, Zsoldos. Majd találkozunk. Viszlát, barát. Rendben, Zsoldos. Szóval Zsoldos beépítették hozzánk chat. Ez nagyon durva. Ez nagyon durva. Én mondtam, hogy ő az. Persze, hogy felhasználtam így szép. Persze, hát úgy küldte, le lett terpézve. Hát ez nagyon durva. Ez nagyon durva. Tárgyalásra megmutatjuk. Há, esküszöm, mindjárt rosszul leszek. Mehetünk. A többiek elmentek már? Na. Már ott vannak. Ránk várnak. Jó, csak. Megyünk. Fel akartam törni az autót, aki elmegy. Nehogy főtörd! Nincs rám zárfeltörő. Nem tudok beszállni. A hátsó lépésre. Próbáltunk fel. Hát ezt nem hiszem el. Hát hova akarok beszállni már? Ezt nem hiszem el. Jó. Itt vagyok, letehetsz. Itt vagy? Nagyon fajn. Itt vagyok, mondjad, szólj. Ja, kalapén voltam. Húrjuk neki. Gyelőd be. Tessék. Ja, marra van a humán. Hú, cset, ez durva. Azt mondtad, 2 perc lesz. Jó. Legalább 10. Tudom, bocs. Kicsit megcsúsztam. De nagyon fontos bizonyítékot kaptam. Na. A Zola gyerek az áruló. Van videós bizonyítékom róla. Mondtam én is nektek. Már az elején. Mindent elmondott a kis aranyos. Találom, beleültetek. Sziasztok. Remélem ott lesz az a kis féreg nyúlvány. Mert akkor meg is ölöm rögtön. És nálad fegyver. Nálam? Van. Hogy ne lenne? Hát leköllött tenni. Dehogy is, nekem nem.
Nem mondta nekem senki. Hát attól, hogy az arra mondja, hogy tegyétek le, én attól nem teszem le. Hát de fekáljék és fegyver nélkül jönnek. Jó van az a feka, még lehet neki is adok egyet a fejébe. Akkor kis várjá, putrisnak. Akkor várjál, várjál, mondom, nálam is lap. Tényleg? Igen. Elsubálkultad? Nem, hanem nem mondta senki, hogy tegyük le. Hát Pika, nem. Dehogy nem mondta! Hol voltál, kis angyalom? De figyelj már ide, kis angyalom, hát most figyelj már. A darab az nekem mióta főnököm? Elég régóta. Na már ez is kezdi! Hát nem hiszem el! Rosszul el. Na, jó, fejezzük is be. Hát Bika is kezdi! Mindegy. Bika, te hallod, te jól vagy? Tök igen, mindegy berakom majd a csomagba. Legyen nálad hát, ha kell. Már ki arra reggel kezdi! Tapos mit? Nyomom. Egy fontos információm van. Igen. Hát ez a régészeket, tudod, mi a régészet? Igen. Na, ráállítottam őket a Jézusétre. Nagyon helyes. Jó, Jézusnak adni kell, mert valami se antikál. Van egy, hát elvég most valaki beépül hozzá, vagy minden információt kiszed meg. Tamás nevezetű fiatalember. Mondta, hogy minden már tesznek, ez téged érdekében. Már ők is a Jézusé után jönnek. Jó, nagyon jó. Nagy úgy mindenkit rá kiállítani. Hogy... Mi van, Bikusz? Ugrál úgy a szemem, úgy az eszméletre. Ja, osztok, marad. Marad, persze. Úgyhogy még... Ja, de mindig olyan hal. Nagyon jó vagy, Dé, nagyon jó vagy. Na chat, most jön, aminek jönnie kell. Jaj! Meg is érkezett, aminek jönnie kell. Jó vagytok! Meg vagyunk talán, életben maradunk. Jaj! Na, sajnálom szívgörcsöt. Várjál! Látok chat, megnézem, hogy itt azt mondom, le van-e halkítva, de nem hiszem, maximum van. Ja, maximum van. Megjött, aminek jönnie kellett. Az igen? Ne szórakozzá, itt sofőr van. Figyelj, mert baj, hogy nem őt össze... Már elfelejtettem őszintén. Nem. Szintén. Jó vagy így. Jó. Ne. Visszahívlak, jó? Visszahívlak. Oké, oké. Én is ezt szoktam mondani, hogy itt sofőr van. Jó, várj, repülőbe teszem. Sajnos a robot meg kell, hogy jöjjön. Na sziasztok, mehetünk? Ja, ott vannak hátul? Vesz a türelmet, hallod? Arra maradj le, légy szüves, egy videót kaptam, amit át kell, hogy beszéljünk, többiek menjenek. Kaptam a... Most te csörögsz, hogy ki? Ha én csörög, jaj, bocs. Hát normális, hogy arab! Most véletlen volt. Hát, ezt a lefő veszi. Szia, ki vagy? Horváth Iván, mit akarsz? Iván! Az előbb keresett engem is az Iván! Hát de most nem tudsz csatlakozni, tudod? Mert ez nem az izé, a Telekom hálózat, hogy erre rácsatlakozol, tudod? Hát ez egy állat. Hát nem, most nem, sajnos nem lehet. Szia! Hallad. Igen? Milyen videót kaptál? Hallod, én mondtam neked az elején. Az Olá gyerek az áruló, akit BMW hozott, mindent elmondott rólunk. Rólatok is, rólunk is megkaptam. Kinek? A zsoldosoknak. Mindent megkapt, beépítették hozzátok. Itt senki ütéleg erről kaptál egy videót? Igen, megvan minden benne, hogy az Olá gyerek mindent elmond nekik. Akkor mielőtt bármi történne... Nyírjuk ki az Olát, nem? Nyisd meg a telefonod, azt mutasd meg ezt a videót, hadd nézzem meg, mielőtt bármi történik. Rendben, megnyitom a telefonomat. Én meg idehajolok.
aztán nézem a videót, hogyha elindítod. Indítom. Egy autóval érkezik, ahogy látod. Kiszáll a Zolár gyerek, ott a templomnál, ott a fatúskóknál, vagy hol. Kiszáll az a Zolár gyerek, és mindent elkezd ecsetelni. 6 percen keresztül mondja, hogy milyen autóval járkálunk. Ki hol lakik, bejelölte a GPS-en. Minden megvan. Ez szép, és tényleg bázik. Ezt nem hiszem elmúgy. Ez Bömösnek kell megfizetni ezért. Igen, Bömös megfizet. De lehet, hogy Bömös tudta amúgy róla. Az majd kiderül. Na jó, azt kiderítjük. Jó. Na most foglalkozunk elsőnk ezzel. De ha itt van az Olán, ne üljen meg. Á, nem, még ne, még nem, ne. Maradjunk itt egyedül. Külön kérvény kell nektek. Hello, ma itt vagyunk. Igen, külön kérvény kell, szia. Hol vannak? Mi van, Wolf, jó a putriba lakni? Milyen putri? Na nekem van házam, te miről beszélsz? Ja. Engem is putri, Daki! Hát az már az én azt! Egyedül bejönni vagy, mi van? Aha. Hello! Egyedül. Két szerelmes. Szerelmes pár, miért beszélni? Ja, semmi. Miért beszélsz? Na tagad! Most már semmi. Na mi a helyzet? Miért hívtatok minket? Mit akartok? Most már má hiányzunk? Már fejetlenség van? Vagy mi van? Te nem nagyon hiányzol nekem, de... És hívtál fel, hogy béket ágyalást akartam? Többieket hiányoznak. Azt azért hajlandó vagyok. Na. Valamit alkudni. Vagy nem tudom, többiek. Hát jó. Nem tudom. Mi a véleményetek? Hogy állunk akkor most egymásra? Jó, ezt tisztázni kéne, hogy akkor tudjuk mi a helyzet. Ja. Tudjuk, hogy milyen részletekről is. Jó, már ezt a fasz csokit amúgy közben. Nem utáljuk, hogy hol. Jó, van, mert jönni ilyen kéne már. De én nem gondolom, hogy majd ide jön időbe. Hát mondjátok el, hogy mit szeretnétek, mert most hívtatok minket ide béketárgyalásra, szóval gondolom van valamitek, nem? Persze, azt nem szeretnénk, hogy ezt vegyünk, ami most van. Tehát állunk rá, de csak is, mizu. Annyi a lényeg, hogy igazából az emberekkel sem probléma nincs, akik ott vannak. Tehát ugyanúgy szerintem mi a csapat, vagy mint voltunk is. Most van egy még kis nézet eltérés, ugyan a főnökség között. És ez se ránk, se a csapatra, se senkire nincs jó hatása. Úgyhogy ezt valahogy meg kéne oldani, hogyha... Nincs itt az Olá. Úgyhogy vagytok esetleg egy ilyenre. Mindenféleképpen meg kéne oldani, mert a srácok ott szivatjátok ti. Most ez azért mondom, hogy... Ez az egész, nem miatt. Hát, azt azért nem mondanám. Hát, azt mi? Nehogy már még mi kapjuk egy dívet alulat életbe. Mi? Régóta meg se szóval. Érted, itt vagyunk az életed eleje óta. Védem a picálat minden egyes nap, azt annyira nem vagyok. Jó, de akkor, hogy megfogadom. De várjatok, de kimentek, ki árult el kit? Ti mentetek el, nem? Milyen árulás volt? Milyen árulásról beszéltek? Leli, ketté választottátok a csapatot. Meg ketté választottátok a csapatot. Ti szerelmeskedtetek és hát neked meg is a lehetőség, hogy újra egyesüld a csapat. De ez a Feka egyébként el is pontolt, csak a vélemények le volt kíváncsi. Szerintem. Hát én most el is mondtam a véleményemet. Most kell megmutatni, nem csak ti vagytok egymástak, hanem... Jó, de akkor a szemébe is mondjátok el, amit nekem mondtatok, mert ő nem tudja. Na, az, hogy egy fütöm a parancsolat nekünk. Hát hallod? Hát mert hogyha hülye vagy, mint a, hülye vagy, mint a föld, akkor valakinek sajnos muszáj elmondani, hogy legyen. Jaj, akár csak ti. Mi is bírom, rágyújtok még egy cigit. Most is úgy beszéltek velünk, mint a kutyák. Érted? Mi a tök normálisan itt álltunk. Azért, mert a leköltöztetek a putriba, azért. Hát a Mamma Mia ott is, hát ti mentetek külön. Hát igen, de miket mondtál ott, azok mik voltak? Adok hát az, úgy kezdődik az egész. Azt megérdemeltétek, azt kiárt. Na hát úgy kezdődik az egész, hogy én a Diego-val el akartam menni félre beszélni, ezt ketten megbeszéljük, megmondtam, mi nem tetszik, és jött nekem az, hogy egyértelmű, hogy a főnökösködni fog, mert mi büdös gettósok vagyunk, meg hogy mi putrisok vagyunk, és hogy ez egyértelmű az ő szemébe, hogy ő magasabb. Létszel lesz, mint mi. Nem, ezt nem így mondtam. Ezt mikor találtad ki? Ezt akkor mondtam, amikor bemondtuk a házba. Nem, te, igen, nem, de várjál, miután az előzményt, azt nem mondod el senkinek, hogy oda jöttél, és fel, így rám, felkérdeztél,
hogy mi a, milyen jogon csinálom ezt, és még megfenyegetté, hogy ilyen ne forduljon elő többször, hogy én a te embereidet irányítom. És ezeket már utána mondtam, szóval ez már következmény, amit mondtam. Én irányítom az embereidet? Hát nem, az arab szokta. Hát akkor hogy? Na, hát nem, az én bajom az arabé, de ezek az én emberem, nem az arabé. Hogyha úgy nézek, akkor az arab az én emberem. Nem, te sem nézted volna jó szembe, hogyha ők irányítanak minket. Már nem, ami az, hogy a te embereid, esetleg a mi embereink, nem a tiéd, hanem a miénk. Hát... Miért? Azért ide jöttél, azt megmondtuk, hogy jó van, vezessd vele. Attól még ő alakított minden. Oké, hogy ő alapított mindent, de ki foglalkozik a srácokkal? Ki foglalkozik a srácokkal a legtöbbet? Most föl lehet rakni a kezeket akkor. Hát várjál, hogyha Manuellát nézzük, hogyha Manuellát nézzük a fején. Ki foglalkozik többet a srácokkal? Óriás. Még egyszer, mert egyszerre ketten beszéltetek. Mondom, akkor ezen az oldalon itt van négy líder, aki többet foglalkozik a srácokkal, mint ott, aki alakított mindent. De most itt mi nálunkról beszélek, most én nem a Diazékról beszélek. Várj, akkor felteszem azt a kérdést, a Manuellán kívül kivel foglalkozom, annyit tegyem már fel kettőt. Itt a Sirius is. Jó, Sirius, meg vele jöttem. Rajta kívül, kettő emberen kívül, valaki más esetleg? Amúgy is mindenkivel. Akinek problémája van, az mindig megkeresett. Hát, ahhoz képest mindenkivel foglalkozom, az összes mellé már kivéve a Sirius. Jó, hát a Manuela az meg azt mondta, hogy ő... Nem voltam itt, mert nem voltam itt. Jaj. Nagyon kapja az a nap. Hány sállat tekerted körbe azt az arcot a vízba? Nem kell sokszor körbe tekerni, elég egyszer. Nem kell. Nem, elég vastag. Diego, hogy döntöttél meg? De ezt akartam kérdezni, hogy volt egy feladatod. Így van, így van. Hogy döntöttél? Kezdjem most? Hát? Csak mondd. Csak mondd, mondd. Csak mondd, nem kell. Hogy ki mondtad, döntés. Mi érteni fogjuk? Elmondod ezt, mi érteni fogunk, hogy mi a helyzet. Én azt látom a szemébe. Kijöntöd a lelkedet, hogy miért így döntöttél, azt is elfogadjuk. Jó, rendben van. Akkor kezdeném egy jó hosszú monológgal, hogy mindenki megértse, hogy miért így döntöttél. Na, szóval, arab, ez nem tudom, az ott kezdődött, hogy ugye parancsolgatásra hivatkozó mondták a srácok, hogy itten nem kedvelnek téged, meg engem. Illetve az zavart őket, amikor emlékszel, elmentünk azzal a csunikornis fejűvel a Jézust vadászni. Igen, igen, igen. És hogy mi tök jó el voltunk meg minden, ezek beféltékenyek, érted? Féltékenyek voltak ezek a kis aranyosok. Tényleg, hogy hallod? Ja. Most komolyan, ez a baj. Na, Diego, fejje, azért vegyünk már vissza a pofákból, de hát mi az, hogy itt hazudsz a képesben? Mi az, hogy féltékenyek? Na, Várj ki a végét! Igen. Szóval, utána elmentünk, és utána választották ketté a csapatot. Igazából jobban rád pikkeltek a rab, csak én azért jöttem a képbe pluszba, mert hogy én is főnök vagyok, és hogy mi ketten így összefogtunk. Na, és akkor... Túl nagy volt a szátok. Hozzák a másik olyat, és végeztünk. A szó, de ezért nem volt elérhetően. Én csalódtam. Most már lesz időtök gondolkodni, nem így kellett volna. Hitvágy. De jó! Köszönjük együtt működésre. Nagyon jó! Csert, ezért ne utaljátok már őket, várjuk ki a végét. Mi ez a zene? Ez nagyon durva. Ők erre fő vannak készülve, hogy mit fogtok írni, de ez az RP-chat. Mi ez a zene? Aszta. De már most ne vonjunk már le következtetéseket ilyen hamar, chat, hogy már most, mert Istenem.
Jaj, a zene elrontja, ja. Remélem, hogy ő nem fog copyrightot adni. Ez egy, én most mentem. Úristen, cset, tényleg pár komment előtt. Úristen. Hú. Ja, streamer volt tényleg. Az úr jövába, tisztában. Ez az RP cset. Hallgatom, mert adjad is. Ja, bocsánat, mondja, mondja. Tisztában a jövői vagy? Jogával tisztában? Hát már voltam többször, úgyhogy tisztában vagyok vele, igen. Rendben, ezt szeretném, amikor másik jobban. Másik jobban. A jogokat nem felejtsd. Jó, itt a fiatalabbaknál előfordulhat, hogy lehet nem értik a dolgokat. Ahogy jöttünk, úgy fogunk visszaindulni. De óriási. Óriási. Én szeretem az ilyen izgalmakat, chat. Meglátjuk, hogy mi lesz ebből. És várjátok ki a végén. Hát, ezt az ajtót besorolod a kocsit. Nekem fejétlenül beősi a fejét, pecsétlenül biztos. Ja, igen, István! Meg az ilyen váratlan fordulatoknál tök jó. Ezeké szeretjük. Az már máshogy elárultak, de ennek meg lesz a következménye, chat. Meg lesz a következménye. Várjuk ki a végét. Fegyver nálam van, de meg vagyok Ja, igen, megvárhatták volna, még elmondom, amit akarok, azt sajnálom. Azt sajnálom. Különítsük ki a játékot, jó? Meg az egészet. Kollégina. Addig sorolja fel az úrnak a jogát. Ja, bambuszem voltunk. Ajaj. Tök jó, hogy a rendőrök is. Nagyon komoly. Jogában hallgatni minden, amit mond felhasználható, ne a bíróságon. Még csak most kezdünk. Ügyvédet fogadni, amennyiben nincs rá lehetőség, hogy az állam biztosíthat magának egyet. Ha tartózkodik a városban, és fel tudja mutatni a város által elfogadott hivatalos engedély. Ha nincs ügyvéd, saját magát kell képviselni, és a saját igazát kell bizonyítani. Jézus, vettele meg! Telefon beszélgetésre, amit a rendőrség lealkathat, és bármikor félbeszakíthat. És jogában van orvosi ellátást igényelni, amennyiben annak szükségét érzi. Rendben. Nem, chat, én az BMW-t akartam leölőni amúgy, az árulás miatt, csak azt neccesnek tartottam, ezért utána, a mondandóm után nem tudom, hogy mit csináltam volna. Hogy elmondtam volna, hogy nem lövöm le az arabot, nem öltem volna meg az arabot. És itt állok át rendőrfőkapitán. De kavasz, aki ezt, ez olyan, mint egy sorozat, ezt élvezni kell, és nem így kiakadni szerintem. Persze, az így van, el kell különíteni a karaktereket, meg az embereket. Szegények amúgy, az, hogy izgalmas legyen a stream, ezt bekockáztatták, hogy ti ilyeneket fogtok írni róluk, ez óriási. Szegények. Ja, nincs körözés most, hát ja, de... Nem BMW árult el a csapatot, tudom, de szerintem ő felel az árulóért, nem? Így van, Patrik. Nem tudom, meg az se, mondom, hogy nem tudom, óriási. Kíváncsi vagyok. Nagyon kíváncsi vagyok. Még csodálkoztam is, hogy a SZOT kiírta, hogy nem elérhető. De mondom, biztos gyakorlatoznak. Micsoda? Ez semmi, csak a kicsit elámosodtam. Hát most üstek, vagy nem, én nem dobom fel őket, ettől függetlenül. Szerint nem tudom. Sok kalótra kell vigyázni. Megérdemelnék. Hát, nem. Ja, még börtön RP is lehet! Egy öntsenek le egy kis vízzel. Lehet, hogy lesz valami. Biztos valami fordulat lesz. Várjuk ki a végét. De ez nem izgalmas senkinek. Én nekem igen, Józsi, ne haragudj. Végre történik valami. Jajjaj. Most mi van? Tudod, mire gondoltam?
Milyen a hátsó ülés? Mesélj. Hát, büdös. Büdös? Nem véletlenül. Nem miattam. Hát, pont ez az, hogy nem ön miatt. Ja? Valaki itt az előtte lévő. Persze, aha. Hát itt ült az Eden, az volt a baj. Mikor? Ne haragudj. Még múltkor itt ültél, ezt olyan büdösen itt, az hogy meg... Már nem össze, bírok életemben nem ültem hátsó ülésen. Fú, muszáj lesz kiszálljak, mert meghalom. Egy izé. Nagyon cserbe. Ide? Hova tűntek a többi rendőrök? Ide szemettettél? Figyelj csak. Tessék, akkor lehúzom az ablakot. Tudom. Kinek tetszik, jövőd egy lájkot. Nem nem tudom, lehet, hogy máshogy gondolkodunk csak, de régóta élveztem így az RP-ket, mert nem tudom, hogy mi lesz. És milyen vezetni az autó? Benne vannak a zsaruk, nem? Olyan, mint vezetni a saját autómat, tehát igen? Biztonságosabb, mint a te vezetnél. Miről beszélsz, amúgy? Én mindig jobban vezetek nálad. Mondom, hát ne adjon már csendbe. Miért az úrtól kérdezt? Tanácsot. Elnézést, hát, maguk együtt vannak? Férfiak vagyunk, összetartunk, ugye, hogy nem tudnak vezetni a nőt. Tessék! A T plusz nőt ki kell rakni, ebbe igaza van. Hát... ez annyira feminista dolog, amit csinálnak, ez valami hihetetlen. Önök együtt vannak? Nem vagyunk együtt. Figyeljenek, tegyenek ki, és akkor nem mondom el senkinek, hogy együtt vannak. Hát tudom, ezt nem mondhatjam, mert nem... Mi az, hogy én döntök? Hát te döntesz. Mi legyen? Hát mi? Elmondhatja tőlem, hogy együtt vagyunk, mert így nem az. De elhíreztelem mindenkinek. Az a kérdés, hogy kirakjuk-e az urat? Ja, igen. Ja, hát persze, hogyne, nem? Ja. Nyitom mindjárt az... Jó, főfutok a hegyre. Hagyjuk a szót. Jó, rendben, várj, már nyitom is. Köszönöm. Ne? Nem tudok odáig elsütelni, fáj a lábom. Mire várunk? Hát... barátjára. A bűntársára. Kis technikai szünet. Ja. Egyik autóban a taxi beszalt. Kihívta magukat ki? Kihívta magukat ki? Hát a főnököm. Hát meg engem is. Az új rendőr kapitány? Vagy ki a főnökük? Milyen új rendőrkapitány? Maguk melyik egységbe tartoznak? Hát uram. Ja, látom. Látom. Na, hogy nem is mutatkoztál be neki. Igen. Hogy hívják hát, magát? Minek mutatkozzak be neki, majd bemutatkozik az, aki kihallgatja. De én szeretném tudni az ön nevét. Adam Wright vagyok az esőúrétől. Főhadnagy. Hogy, bocsánat? Adam Wright. Adam. Az előbb azt mondta a hölgy, hogy az Adam a büdös. Hát úgy is lehet. A hölgy hazudik. Azt mondom, amit akar. Értem. Most meg azt mondja, hogy a nők hazudnak, a nők nem tudnak vezetni. És mennyi a fizetésük? És ezzel mindeniket egyetértek, amit itt felsoroltál. Tessék? Mennyi a fizetésük? Hát, kellemesen épp pedig. Adok most 2 milliót, csak rakjanak ki. Menjünk 2 millióval. Jó, megjöttek. 2 millióval sok mindent lehet csinálni. Hát mit igen. Csinálsz 2 millióval? Mondd el őszintén. Emirates-e Dubajba, belefér. Nem megyek nyaralni. Na, menj inkább be. Amúgy adja neki, elmenjen egy kicsit. Hogy mi? Ja, micsoda? Nem vidd. Senki, ja. Mindig megpróbálom a lefizetést, tényleg, de sose sikerül. Soha. Na. Szemed már jól van? Hazudnék, azt mondanám, hogy igen. Ebből mi lesz? Nem, hogy szemüveget kéne váltanom. De az olát el kell kapni, meg az összes többit. Nem, napszemüveg nem jó neked. Az a probléma, hogy én szemüveg nélkül is jobban vezetek. A jutka? Lehet! Hát de ez nem igaz, érted? Nem tudom, ők... Nem a jutka, nem. Nem, ő szövetséges volt és átmentek. Most megvéd engem, de... Hát akkor... Dehogy védem meg magát, de hát nem akar kirakni! Dehogy is!
Nem fogja megvédeni itt magát. Most mi van? Itt a hákújuk, a szodosokkal? Itt vártam. Igaz, végül is én járőr ezekben, én tudom, hogy hogy vezet. Hát ez nem hiszem. Igen, igen. Valaki a szövetségekbe átment. Hú, tudnád így nyomni egy kleneket. Mi lenne akkor? Na mi lenne? Nem mondom el. Discord fertőzés miatt tiltottak ki a Discordra? Megérkeztünk, bro. Nem tudom. Épségbe. Szerintetek itt lövöldözés lesz, vagy nem? Mindenki ennyire teli van, mondjuk. Ja, a rendőrök jó keresnek. Ezt tette az élet. Leszem az urat az autóból. Ezt tette az élet örőme. Visznek a Váci börtönbe. Megfogom az urat. Rárakom. Ártalmatlan vagyok. Tudom már, hogy a vezető szára. Lesz egy fordulat. Hova megy? Fel a kihallgatóba. Jó, csak mindegy. Arrébb váltak oda. Mély hangú rendőrök, én tőlük félek. Óriási. Vajon Diego megbocsájt-e az embereinek, vagy nem? Ők, de várjatok, a SZOD nem tud rólam, ő egy új rendvédelmi egység. A SZOD... Ők nem tudnak. SZOD. Ők nem tudnak rólam. Nem? Nem ismernek, de várjatok, hát attól függ, hogy mit mondtak el nekik. Menjünk jobb lesz, szintetős. Én meg bemegyünk ide. Elengedem az urat. Kérjek a zsoldostó segítsét, szabadítsanak ki. Vizet! Kér vizet? Megenni kérek szépen, igen. Rendben, egy pillanatot kérek. Adam. Mondjad. Átnézed az urat? Legjobb embert kérted amúgy meg. Átvizsgálom, nyugodjatok. Ajjaj, van nálam fegyver. Mert akkor utána adnék az úrnak vizet, mert szomjas. Hát levi az úr! A bilincseket tróla, csak előtt... Csak addig nem akartam, amíg nem nézzük el. Kit hívjunk föl telefonon, chat? Kit hívjunk fel telefonon? A közült nekem, hogy a ruházatot át tudjam vizsgálni. Feltetszenem ennek, ezért köszönöm. De rendben van. Elnök ma nincs. Valami szúróvágó eszköz, esetleg lőfegyver található az úriembernél? Hát az a helyzet, hogy igen. Egy pisztoly itt van a nyakamon. Rendben, viszont az... Van az övemben is, igen. Rendben, át tudná nekem nyújtani? Persze. Rendben, köszönöm szépen. Ezen kívül szúróvágó eszköz található ennél? Nem. Szentostya van nálam még, ha kell. Rendben. Nem szükséges. Akkor, ahogy hallottam a kolléginát, italt kéne az úriembernek. Igen, meg ételt is. Rendben. Jó, van nálam még hamburger. Akkor eszek. Rendben. Jó étvágyat. Utána szeretnék élni a telefonhívás lehetőségével, és ügyvédet is szeretnék. Rendben. Tesóm nincs itt. Annyit megkérhetek, hogy amíg telefonálok, kifáradnak, mert elég érzelmes telefonhívás lesz, és nem szeretném, hogyha látnának sírni. Én azt értem, uram, hogy ön így
izél, viszont ezt egy felettestől fogom megkérdezni. Rendben, uram. Köszi Deadpool, a live rajongói. Joe rádión vagy? Joe, létszé Joe, engedd már meg. Banános Joe. Rendben, akkor itt az úriember telefonhívást akarna majd kezdeményezni, de ő azt mondta, hogy addig menjünk már ki, mert érzelmes lenne a telefonhívás, hogy ez mennyire... Na semmi megint. Baj, hozunk zsepit, nem fogunk semmi. Mindokkal sem. Rendben. Látunk már például, hogy csinálni aggódjon. Tesz ki! Rendben, akkor a saját telefonomat akkor használhatom a egyperces telefonhíváshoz? Hogyne. Olyan. Hozzunk zsepit! Már az úr. Igen, köszönöm szépen, befejeztem, most akkor előveszem a telefonomat. Vagy fenyegessünk meg. Minden adtam még a felvételt, fel fogjuk venni. Kit hívjak? Még azt sem tudom, hogy kit hívok. Sok ideig nem fog senkivel találkozni, tehát olyat hívjon. Jó, rendben van. Alapvetően az úriembernél egy combat pisztoly volt, hogy... Nagyon jó, most tudtuk, hogy... Nem tudom. Na szóljon, hogyha felhozték a telefont, az egy percet. Kutyuskát. Vélel csak még gondolkodnom kell, hogy kit hívjak. Illetve még az úriember egy ügyvéddel is élne. Így van. Hát ezt nem tudjuk, hogy kivitelezhető jelen pillanatban, de majd megoldjuk valahogy. Zsoldos. Ha esetleg nincs ügyvéd, akkor magát kell képviselni mindenképpen. Nincs fent az állat. Rendben van. Na, az egyik ember nem elérhető, akkor nem őt hívjuk. Elhívom a kolcot. Kicseng. Cső, mi van? Te ne örüljél magadnak, a testvéred vagyok és megmerted ezt csinálni? Jaj, most megy a nyalizás, mi? Mert megtörtént. Most meg bezzeg már jók vagyunk, ugye? Ilyenkor bezzeg már jók vagyunk, Diego. Bezzeg, amikor ott elszerült, hogy nem minket védeztem. Álljál már meg. Tojász felül kis alapodat. Álljál már meg, kikérte a segítségedet. Csak fel akartalak hívni, hogy meg foglak ölni, amint kijutok innen. Én azt mondom egyébként, hogy szoxikert. Jó, de egy olyan börtönbe fogsz kerülni, ami szó szerint ilyen 20 méteres betonfalakból áll, elektródákból, így ha ászni akarsz, akkor meg lesz téged az állam. Ülőkkel van körbevéve az egész hely, szóval jó, de jó helyen lesz. Tudod, mi a leggázabb dolog a világon? A rendőrökkel összebeszélni. Ez a leggázabb. Ugye, én mindig tudod, hogy nevezik neked... ezt? Ratyi tallér per csicskalángosok. Nem, Diego, figyelj. Nagyon fontos, amit most mondok. Fiózóba szószem semmilyen körülmények között nem szabad megbízni. Én felkoroltam, le kell tennem, letelt az egy perc. Ah, persze, jó van, oké, jó, cső. Ratyi tallér, putris, büdös. Te vagy az, büdös. Te. Jó, ez csak... Ez nem elég szépen szóló. Hát én mondtam, hogy ne legyenek bent. Üdvözlő zsebkendő is kell, vagy nem kell. Egy nevet mondozó esetleg? Természetesen. Gondolom az új lenyomatomat le fogják kérni, úgyhogy... Hát, hogyha nem adja oda, akkor muszáj lesz, igen. Persze. Thomas Raphael. Thomas Raphael? Igen. Egy a DNS minták, nem? Akkor nincsen személy. Nincs. De Thomas Raphael, az útlevelemet ugye elkérték, mint Thomas Raphael, és azt le tudják ellenőrizni. Thomas Raphael! Sőt, még a nyilvántartásban képnek is kell lennie, mert lefotóztak, amikor beutaztam az országba. Ugyanaz azt az embert fogja kidobni. Aha, pedig nincsen itt, mi az a Thomas Raphael, elnézést. Pedig amikor beutaztam, csináltak rólam képet is. Pillanat, addig kollégák folytassák. Hú, azt mondja, lekérdezem addig az úriembert. Az a baj, nem jó a tabletem. Kell legyen! De jó lenne! De jó lenne! Bazusunk, szerint nem található ilyen személy. Ha már még nem volt körözve! Redben, de alapvetően akkor is benne van... Mondom, amikor beutaztam, akkor csináltak egy képet a reptéren. És Thomas Raphael, ugyanez a képet fogja kidobni önnek. Ugyanígy nézek ki, mint most.
Ne csináljunk újra nyomatot. De az lesz a következő. Ugyanaz a DM. Hol vagy? Hol vagy, Tomás Raffel? Remélem meghamisítottad az új lenyomatomat. Unicorn is, nem tudom. Belezavarodok már. Jó, vissza tudsz jön. Köszönöm. Na, tiszteltem, megkaptam az információt. Diaz Raffel az úrnak a neve. Rendben, már is nézem. 200 közés van rajta. Áááá! A feka adta át az úgyhogy, amit tudok. Elnököt két szállapot, és főkapitány kivégzése. Ekkó! Áh, tényleg. Góma játszana jönnék szállapot. Pozitív. No, ezt mindenképpen írjátok fel, és akkor ezt úgy is esélytelen. Ez a fek... A put! A putris! Csak annyi, csak 200! Ezen kívül bármelyik jogával még szeretné érni az úr. Igen. Ahogy az ügyvéd az azt mondta, azt majd intézim. Nem, nem, köszönöm szépen, tisztában vagyok mindennel. De emlékeztek, én is fődobtam sokszor fekát. Nem, köszönöm szépen, jól laktam, megittam. Rendben, rendben. Ja, kicsit megsértettem, hogy csak 200. Ezek után a putris! Elkapom. Remélem amúgy nem lesz vége. Valahogy kiszabadulok és... Fú, de jó lenne. Hú. Visszanyalt a fel. Nagyon sokszor feldobtuk fekát, úgyhogy igazából... Mi van eddig az úrnak, ha kérdezhetem ezek után? Eléggé fostaliska, hogy őszinte legyek. Mert én ezt nem fogom annyiba hagyni. Gondolom maguk elszállítanak. Pozitív. De nem igen, sokára igen. Úton vannak ide az egységek. Megérkeznek. A jól hallottam egységek. Igen. Á, köszönöm, Adam adik feltartanám. Most mondok mindent. Miféle egységek, uram? Hogy van ez? Barátaim. Minek jönne? Értem fognak jönni. Nem hagyják annyiba, hogy lesitteljenek. Maguk tudom, hogy veszélyesek. És sokan vannak, nagyon tudom, hogy veszélyesek, és sokan vannak. Az úriember, hogy egységek jönnek majd érte. Egységek? Milyen egységek? Komandós egységek? Kamikáze, így hívják őket. Kamikáze? Az apánoknál volt, második világháború. Így van, így van. Önfeláldozás. Csak egyszer mutatják meg, hogy mit tudnak, igen. Nincs próbó. Elég masszív épület, szóval kibír egy-két kamikáze mozdulatot. Á, majd szállítás közben. Nem, gondolom nem itt maradok, hanem a börtönbe. Nem tudom. Itt szeretne maradni? Itt is maradhat, itt is van Cilla. Nem. De akkor ha az ügyvédem megérkezik, akkor mondok több mindent. Értem. Jó. Nem hiszem, hogy van jelen pillanatban ügyvédeválasba, de megkérdjük mindenképpen. Most bejönne a tesó, mint ügyvéd, de jó lenne. Ha valakit kerítsenek már. Hú, de szorul a hurok Diego körül. De szerintetek, most nem tudom, hogy avatták be a rendőröket, vagy hogy mit beszéltek, vagy lesz-e összecsapás. Fogalmam sincs. Nem tudom, hogy hozták ezt össze, de ez óriás. Lehet, hogy nekik igen, sincs B-tervük, mi van. Hiába próbálnak valahogy kijönni, ebből nem bűnnek ki sehogy. Várjatok, ki kell MG-znem Ádikát, hogy mit csinál. Te mi van, a streamet nézed, mint hogy kiszabadítsák? Ja. Gyerek nézi a streamet! Izgalmasabb! Crashed szegény. Ja, de majd megkapja a videókártyámat meg a prot, úgyhogy jó lesz a gépe majd. Várunk még egy-két percet, nem jelenti, hogy ügyvéd, akkor magát kell képviselnie. Jó, rendben, rendben. Nem lesz vele probléma. Kutyai lesz az ügyen, de nem úgy néz ki. Ez már nem prank. Ha prank is, nagyon rossz prank, nem? Most valljuk be őszintén, hogyha ezek azt is mondták, hogy átverne, ez durvább egy... Tudjátok, van a prank, ami már durva. Úgyhogy ez IC alapján, ez biztos, hogy így történik. Nem, hiszem. Ne, a kutyai azt, hogy ilyen segítséget kérek tőle, de nem. Na hát akkor az úr magát kell képviselni. Rendben, várom a kérdéseket. Mit tud elmondani
jelen pillanatban magunkról, hogy magunk kicsodák. Tudjuk, hogy egy maffiának a fejese az úr. Így van. Pontosan kicsodáltak, hogy nevezik magukat, hol laknak. Nem tudom, ez a jó, hogy nem tudom, hogy hogy nevezzük magunkat. Pozícióban magán kívül információkat szeretnénk. Értem, rendben van. Esetleg nem... Vagy... Igen? Igen. Vagy esetleg fel tudom ajánlani, mint a másik úrnak, hogy majd a börtönbe váljuk ki magukból az információt. Hát mi? Megverhetnek a börtönbe, az jogszabályba ütközik. Igen? Akkor a börtönőrök, ahol nincs kamera. Jézuska! Megoldjuk, ne a francba. Jó, hát nem szeretnék kék lila fotókkal ott lenni, főleg ha utána még le is kell hajolni a szappani, úgyhogy nem, elmondom akkor, amit tudok. Na, szóval, most már a nevemet tudják. Nem tudom, hogy segít az információ, de a velem lévő szemben lévő úriemberrel nagyon jó barátságot ápolunk. És ez a kísérlet, hogy szeretném öntől, mert azt hiszem, hogy Edem kollégája azt mondta itt, hogy öntől kapták a parancsot. Ön honnan tudta, szüksége van erre az információra, hogy megbizonyosodjak arról, hogy ön honnan tudta, hogy oda kell jönni, vagy ki vette fel magával a kapcsolatot, a FECA? Pozitív. Értem, és akkor ő, amit elmondott, az sajnos igaz, az elnök ellen volt egy merénylet. Tudjuk, bizonyítékok vannak, a bizonyítékok mutattak. Az neki nem bizonyosodjuk meg semmiből, mindenhol van bizonyíték. Igen, 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 igen. Pillanat, telefon. Valaki kinek tisztelet. Van? Bevallott mindent, igen, most. Megoldjuk persze egy 10 perc. Viszont. Na, tehát, mondhassa tovább. Jó, igen, akkor gondolom minden információ és előzmény a birtokukban van. Pozitív, igen. Ja, annyit még esetleg el tudom mondani, nem az, hogy nem tudjuk, hogy esetleg hol laknak. A Lafuentine. Lafuente Blanca. Rendben. Pillanat, most az újra átveszem információt. Addig átveszem az izét, a rádiózást. Általában fehér ruhákban is szoktunk mászkálni. Fehér autókkal. Illetve a volt elnökség is az alfőnökök. És a másik új, aki ott van az izében. Ez a rab. Ilyen cinkos társa. Igen, igen, igen. Minden igen. Pont azt csinált, mint maga, ugye? Igen, igen, együtt szoktuk a balhékat lebonyolítani, de viszont mentségérem szolgálja, hogy bankrablás nem lehet. Nem lehet. Jó napot. Szép napot. Mindent kétszer elpolt az államokat, de megölt a Székely Szilárdot, tehát hogy ez nem elég? De nem én él... Ja de, az új kapitányt nem én löktem le. Jó, igen, én éltem meg, igen. Maga kicsoda, jó napot! Csinált az új kapitány? Arab vagyok, basszod! Arab? Hát engedtek ide, hogy együtt valljunk. Aha. Hála Istennek. Átkérettem valam. De te mit dohányzó? Már dohányzó helység, azt mondták, hogy lehet. Megkérdeztem. Igen? Aha, azt mondták, hogy lehet. Kiengedte meg. Kiengedte. Az előbb cigiztünk a túloldalon, amikor kollégában jöttünk cigit. Még kollég engedte meg. Ott cigizhetnek, csak itt meg. Vagyunk. Még kollég engedte meg. Nem, azt mondom, hogy hát engem nagyon zavar, igen. Na, tehát akkor további információt szeretném. Igen, ugye ahogy említettem, hogy ezzel a jobboldali úriemberrel ugye megölték Dr. Székely Szilárdot, az új rendőr főkapitányt a gátnál. Ott voltam, jelen voltam, viszont nem én löktem le, hanem a volt elnök bosszulta meg és belelökte a vízbe, de túlélte. És igazából ennyi. Jó, drogoztunk is, bevallom, drogoztam. Meg droggal kereskedtem, ezt is bevallom, mert... Fegyverbizniszták meg ilyenek, nem? A fegyverbizniszt... Egy gyilkosság. A fegyverbizniszt egy kaszinó tulajdonosától kaptuk. Tiszteltem. 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 Már itt szint vallunk, akkor én vagyok, az jó napod. És maguk hol laknak? Hát éppen erre, arra, amarra. Uh-huh. Van, nagyon sok ingatlanunk van. Vatikáni ingatlanok a kezünkben vannak ilyenek. Értem persze, hogy nem. Jó, egy 10 perces telefont hívás megígértem még a fekának, tehát pár hívásra nyugodtam. 10 perc? Én? 10 perc múlva úgy adok a putrisnak. Tehát...
Most én fölhívtam, amúgy. Az egy perces telefonhívásban én őt hívtam fel. Igen. Elküldtem a halálfaszámot. Viszont nem 10 percig, hanem úgy mondtam neki, hogy 10 perc után csak felül. Szóljon, ha hívhatom, uram. Nyárbotlás, nyugodtan hívhassa, és indítom az órát 5 perccel ezt vele beszélni. Most ez nem 10? Nem 10? 10 perc múlva beszélsz fel 5 percet csak. Igen, szem van! Mi van, Pótris, ideig süllyedtél? Na, mi van? Ideig süllyedtél. Meleg van legalább? Meleg van, de ezt nem úszod meg, tudod? Dehogy nem. Mondjad, hogy miért tetted ezt? Miért nem lehetett volna megbeszélni? Kérdez, miért kellett? Figyelj, adtunk egy feladatot. Megtetted? Nem tettem meg, mert épp a mondandóm kellős közepén jöttek ezek a vadállat zsaruk. Ja, meg akartad volna tenni, akkor nem sunnyogsz. Na, mit akartok? Mondjad, mit akartok? Mit? Semmit. Semmit. Ruhát váltunk, autót festünk, és meg ilyenek. Vagy mit gondolta? Vagy kiszabadítunk, vagy mi? Na, viszont egy valamit nem beszéltünk na. meg. Hogy így az arab nem halt meg. Itt áll mellettem, él és virul. Hát úgyhogy nem jött össze a tervetek. Ezt nem felejti el ő sem, és én sem. Az életfogytiglan hát az 25 év, még simán. A rendőröknek elmondom az alakutat a börtönbe. Ahogy azt így. Ott leszek a tárgyaláson. Ja, tényleg, még lesz egy tárgyalás is. Ezt el is felejtettem. Ja. Jó, figyelj fel, én, hogy őszinte legyek veled, most jó, hogy itt az alkalom. A videót már nem tudom átjuttatni neked, de egy nagyon nagy hibát vétettél. Most elmondom neked... Nem mondd neki. Most elmondom neked, hogy hibáztál. Mivel, hogy sitre mentél? Azzal is. Van még egy dolog, de arra majd hagylak, hogy te gyere rá. És dobarabb mondta, hogy nem. Na, jó van. Oké. Okay. Jó? Jó van, köszi szépen. Na, remélem most nyugodt a lelki ismereted. Én nyugodt vagyok. Vádó. Nyugodt vagyok. Majd béha benézek, az látod, hogy mit szólsz. Jó, rendben van, hogy kerültél kontaktba a zsarukkal? Mit adtál nekik? Micsoda? Hogy kerültél kontaktba a zsarukkal? Ez érdekelne. Miért nem kérdezed meg a rendőrt? A rendőr nem fog válaszolni, csak annyit mondott, hogy te veled beszélt. Igen, én kerestem fel, mi kerestük fel. Értem. Ha elmondom neked gyorsan, akkor... Na mondjad. Hát... Köszi, Józsi. Ugye, itt annyi volt a deal. Amit ti nem tudtatok eddig elintézni arabba, ennyit mondok. Igen. És ez már kész van. Vagyis, hogy megvagyunk. Nem értem. Volt pár elnökös dolog, tudod? Volt pár deal, ami sose jött össze. Na most össze. Ja, ugye értem, hogy így vagytok tiszták, értem. De így vagyunk, igen. Hát mondjuk ezért meg is érdemlitek. Csak elég csúnyán intéztétek ezt el. Hát, nem tudtál dönteni. Nem, de nem öltem volna meg, hiába kérted volna. Én a barátomat nem, többre tartom annál, hogy megöljem. Na jó, most kezdjük el vitatkozni. 4 lídered van itt, akivel évek óta egyébként. Igen, azért, mert itt valaki úgy bekavart, mint az állat. Félre lettek informálva, és az a helyzet, hogy nem nekem hisznek, hanem másoknak. Itt ez a legnagyobb probléma. Persze, én vagyok, azt puszillak. Te befolyásoltad őket, ugye te vagy a felgyújtó. Hát én vagyok itt a legnagyobb játékos bátya. Mit mondtál nekik, hogy átálltak hozzád, meg ellenem fordultak? Hát semmi, csak beszélnem kell. Feka volt a felbújtó. Tudod, jó megy a beszéd bátya, olyan van. Mit adta nekem? És most nézd meg, itt van az egész csapatod, még az is, akik melletted álltak. Mi a többiek? Senkinek sem. Hát persze, mindenki. A többiek mit keresnek ott? Hát te elmagyaráztam nekik pár dolgot, és megértették, itt vagyunk. Szóval te befolyásolsz mindenkit. Aha, pontosan. Szóval leszámolja arra, hogy itt kiszabadítás lesz a rabszállítás, nem meg ilyenek. Jó, nem is kérném a segítségeteket. Jó, hát te gondolom számítottál rá, hogy a csapatod majd segít. Hát nem figyelj, nem számítottam rá, mert arra sem számítottam, hogy én itt leszek ma, érted? Hát, jaj, elhiszem. Hát, nem. Ja, ez volt a csavar. Hát ez elég durva. Kicsit. Ez elég durva. Ne beszéljenek már kint. Jaj, elég sokat kell győzködni az embereket, ennek bevalljuk, bevállaljuk. Nem tudom, hogy tudtad befolyásolni őket, de ezt még ki kell derítenem. A börtönben belül is tudom mozgatni a szálakat, ne aggódjál.
Na, hát sok sikert hozzád, kívánom, hogy legyen hatalmad a börtönbe. Nehogy, hát itt ide ki már úgyse jössz. Jó, csak nehogy te bekerüljél, mert akkor véged van. Jó. Tudod, ott áradna, bekerül, bemegyek mondjuk, majd. Várjál, mondjuk neked... Esküszöm, bemegyek majd. Mondjuk neked nem furcsa börtön körülményben, most is így élsz. Soson el kéne köszönni. Az igen. Hát várjál, mert nem tudom, ki fog egy p***t tenni, én meg itt a... Jó. A házadba is beköltözöm. Úristen, le kell tennem a telefont. Örülök, hogy megbeszéltük. Csókolom az arabot. Azt mondja, hogy csókol téged. Jó. Na szopjon lovat, mondtam már. A bilincsbe is visszük. Rendben. Hát ez megbűnhődik az összes. Visszakapják, nehéz új, megoldjuk. Valami csavar lesz, chat. Ebben biztos vagyok, hogy valami lesz. Biztos, hogy nem. Rárakom a bilincset. Biztos, hogy lesz valami csavar amúgy. És ne rakjon rá semmit, jó? Majd ráakasztom a vezetőszárat. Ja, ebben is remélem. Gyűjts új embereket, mi lenne a börtönbő? Ma ennyi volt a live, de hogy is, néha olyanokat tudtok írni cseh, tehát én nem hiszem el. Hát mindjárt nagyon csapom magam átvakaróval. De ha ki is szabadítanak, akkor se bocsátható ez meg, nem? Na dumáljá. Jaj, ki ez? Úgy látom, feszült az úr. Elég feszült vagyok, igen. Ezek építették ezeket az épületeket? Nem. Még a városvezető is. Joe, két autót majd kikészítettek az elkövetőknek. Börtönbe az arab haver. Ja, lehet! Most vagy kiszabadítanak, rendben, vagy nem. Köszönöm. Vagy a börtönbe lesz valami. Negatív. Igen, most jött az egész sztori, hogy ők tiszták lettek, így van, mi meg ketten nem. Fődobtok azért minket, hogy ők tiszták legyenek a rendvédelemnél. Igen. Ez a járás. Tényleg amúgy ez a Bugattis járás. Ja. Nem tudom, hogy lesz, de ez óriási cset. Mondom, meg rég voltunk ennyien a streamen is amúgy, köszönöm, akkor valószínűleg izgalmas. Egyet kérek, hogy ne utáltok meg senkit azért, hogy valahogy máshogy erpézik, vagy elárul. Ez a játék lényege. Vagyis nem a lényege, csak valaki így játszik. Lehet, hogy már ők is a kontroll kiesett a kezükbe, ők se tudják, hogy mi fog lenni. Hát nem volt szép. Én azt hittem, hogy ez a szabad év alatt? Mondhatom, nekem aztán mindegy, ha mindent. Igen. Van nála Gyi? Van. Meg az rendőröknek is óriási RP-t hoztak amúgy. Nézzük a börtönt, hogy bemegyünk-e vagy sem? Ja tényleg, Geri, tényleg. Ja, még kár, hogy nem hagyták, hogy elmondjam az egészet ott. Aha. Ez csak állam? Péter, menj. Péter, túl kedves vagyok, nem baj? Megkörödöm, megprankelnének titeket. Hát a prank is, akkor is rossz, ezt mondtam az előbb. Hogy attól, hogy prank, ez akkor se. Még egy zsitka. Hozom. Rendben, Adam. Most nem tudod kikor? Visznek a Váci börtönbe. Hú, ma majdnem énekelve mondom. Ez már a gáz. Edem, hozzád majd az illetőt. Gyere ide. Ja, rögtön elérhető lesz a stream mindenkinek. Jó a héten. A vasárpi is. Ja, ez a kérdés. Sok kérdésem van nekem is. De most nem tudom, hogy mi lesz chat. Olát kellett volna kinyírni meg BMW-t. A tégla legalább ott maradt, tényleg Dior. A tégla legalább még mindig szabadon ott mászkál. Lehet, hogy ő intézte. Rákasztom róla a vezetőszállt, elkezdem az ürömből behelyezni az autóba, megfogom a fejét, hogy véletlenül se verje be a fejét a tetőkártyába. Majd nem, vasárnap lesz a héten még. Hallom, hogy kattan, bezárom az ürömből. Nem tudok semmit, nem. Discordon beszéltünk, jóba vagyunk, minden, de az RP-ről nem beszéltünk. Twitterre szeretnék nem tudok. Tényleg.
annyit mondtak nekem, hogy elindítottak direkt egy RP-t, hogy izgalmas legyen, de aztán nagyon sok RP közbe jött, és csak az alapötlet volt ez, de az, hogy hogyan alakul most már, ők se tudják kontrollálni. Ennyit mondtak. Valami csavar biztos, hogy van benne, csak nem tudom még, hogy mi. Így is olyan RP élményeket élünk át, mint régen. Nagyon rég voltak ilyen fordulatok. A sorozatokat is ezért szeretjük, a váratlan fordulatok miatt. Még jó, hogy nem szedtem ki a buszemótot. Köszi Kawasaki a 11 hónapot, lassan egy éves leszel. Köszönöm a támogatásokat, tagságokat, szubikat. Jött a szerelő, akit hívtam az gyipen miatt. Jött a szerelő. Feka, mész dolgozni? Jó munkát. Kíváncsi vagyok, lesz ebből. Életfogytiglant kapok, Nándi, ez 100%, mert olyan sok bűnöm van. Köszi Patrika 31 hónapot. Kedvesek vagytok. Fegyver nincs nálam sajnos. Gondolkoztam a kihallgatóba, fejbe lövöm a három rendőr, de nem, ilyen nincs. Rendben Bika, jó, hogy voltál live elején, köszi. Jó pihenést. A kollégák szerintem nem szeretett, hogy kéne haladni. Nem jön senki. Köszi Bálint a 10 hónapot. Nyerted, Szubibó? Helyes. Meglepődtem, mondom, óriási volt Feka. Ilyen durva dolog történt. Na, kíváncsi vagyok. Bemegyünk a börtönbe. De a telefon nálam maradt, chat. Telefon nálam maradt. Írom a babot. Nem, ilyenkor átveszik a vezetés, Krisztián. Rendőrök nem c- de az a CK rendőröknél, hogy életfogytiglan. Köszi Patrik a subit! Roli nyerte! Már ő az is tud subit osztani, aki nem tag. De Patrik tag, köszönöm! Pont is mit intézett, ja. Meg vagyok kötődve, nem tudok írni. Az USD rabszállítást hajt végre. Elírták. Jó lesz? Csak veszélyes játékot játszunk, úgyhogy... De akkor most új fraki lesz kezdve, de Sanyi, várjál már a végéig, az RP végéig, mert nem tudjuk még. Kár levonni következtetést az elején. Az előttünk lévő Prebus megállt egy helyben. Nem. Jó, köszi. Izgulok. Áó! Gábor. Maga nem tud vezetni! Péter, minden rendben? Kolléga. Váltunk számon, mert... Péter be van zsambúzva. Nem tudom mi lesz, de annyi RP, ha én innen kiszabadulok, olyan dolgok történnek majd. Mi a crash-et? Én megint arab. Azért várunk. Arab crash-et. Jaj!
Jaj, mász, ki az? Nem. A Prabos jött nekem. Jó amúgy, hogy ilyen sokszados van. Ja, a rendőrök is tök jó, hogy teljesen nagyon jó RP-znek, most a zsaruk is, ja. Köszi! Igen, valaki nézi azt a live-ot is, ahol buszozok, kösz! Végre valaki! Azért festetik a kocsikat, hogy ki tudjak szabadítani. Szép estét! Meg vagyok kötve, igen. Szia, Szabadtira Zoltán! Muszáj a sziréna? Át muszáj. Csak jó arabot várjuk. Gyere már, arabika! Olyan hangja volt, mint a farkasnak? Vagy a... na, a rókának? Soha nem jól jön. Na, lekapcsolták, aranyosok. Ne süketüljetek meg. Jaj, nem látok. Nem tudom, csak. Amúgy van nálad telefon. Tudom, csak ő meg vagyok kötözve. Ez a baj. Uram, jó van, ételiter van, nincs az szükséged? Meg vagyok, köszönöm szépen. Börtönben napi háromszor kapok kaját? Így van. Tégem, engem cékáznak? Hát, ha életfogytiglom... Rekülészet, tűzokra iszad, tűzomásra. Jó lesz. Helikopterban felettünk. Kisvétlen helikopterban felettünk. De értitek, ha ki is szabadítanak, az se, akkor se bocsátható meg, nem? Vagy mi lesz? Hallott a kolléga. Ez a róka. Vagy nem? Igen, igen, akkor. Feka már elmegy dolgozni, már lelépett a szerverről. Mintha róka hangja lenne. Erre nincs bocsánat. El kell vonulni, átgondolni. Ja, van valami oka, biztos. Igen, igen, van valami oka. Valahogy úgy kéne, hogy nem azt mondják, hogy szórakoztak, mert hát azért viccnek elég durva volt. Hanem, hogy valami miatt így döntöttek. Jó étvágyat a vacsorához. Na, megjött a arabika? Na, megyünk. Másik mond D-re hasonlít? Ne, nem. A hangja alapján nem. Civil autós fog kimenteni, chat. Lehet, tényleg lehet, hogy levették a maffiáról a körözést, és mi, lehet, hogy levették mindenkit, de nem, már rólam, akkor nem kerül le. Ja, D-nek elmondom, hogy ki a besugója, meg Bükának. Csak ők tudják eddig az oláról. De azt a videót továbbítanom kell.
De amúgy adnám, hogy a börtönből intéznék pár dolgot, nem? Tök jó lenne az is, hogy telefon küldöm, hogy ki a besugó, telefonbeszélgetések. Ja, botod. De izgulok. Jöjjöntök egy lájkot, ha tetszik, köszi. A videót is elküldhetem, Gábor, ja, van telefonom. Ja, ide visznek. Óriási amúgy. És az a legjobb, hogy én sem tudom, hogy mi van. Csak úszok az árral. Nem támad itt meg senki senkit. Bíróság nem volt. Hát előzetesbe beraktak, aztán gondolom lesz majd bírósági tárgyalás. Kiáll a börtön előtt, az kicsoda. Ó, oh, bazd meg. Feléket állítok. Ez egyre furcsább. Tudnám, mit ad? Ez egyre furcsább, csak mit keres ott az unikorn is, és várja, hogy bevigyenek. Az alagútról még nem tudnak, mert Feka csak nem mondta el. Jöhet a busz! Nem tudják, hogy engem csó... lehet... nem tudom, mi folyik itt! Ugye ide már be nem jöhetnek. Ide. Na, itt mi lesz? Tehát, hogy ennyi csepp! Szerintem ennyi. Szelim, elejétől kell nézned, mert itt olyan durva dolgok történnek. Ezt vissza kell, vagy meg kell néznetek. Rendben. Szépen segítem. Igen, abba hagyom az RP streamelés, és igen. Te vagy itt? Igen. Rádió, telefon. Úgy vannak pár. Tudom. Csak. Éppen itt az úriembert. Álljon meg. Nem, nem a róka, csak olyan hangja van. Elkezd már nézni az úriembert. Fentről lefelé lehet szépen elmutatni. Még az alagút, igen. Én már megint nem tudom, valami nem enged. Nem baj, leveszem az úriemberrel a bilincset, majd átnyomtja nekem a telefonját, és akkor a rádióját, ha található az úriemberre. Ez. Igen, igen, pont. Rendben, átnyújtom. Kolléginemnek flörtöljön, köszönöm. Rendben. Ennyi. Az úrnál. Telefon nem volt található az úrnál. Nem, nincs nálam. Telefon, Hát kutatnak. Kihallgatáson akkor hogy volt az úrnál? Ja, tényleg! Ez te... jó van! Nem, csak kicsit akartam hülyének nézni, na. Levehettem majd. Nyugodtam, végül csak egy olyan édes tényleg! Ez egy állat. Tessék. Edem levehetem magunkat. Nekem az sétáljon be. Rendben. Mondjon hellót a új otthonának egy ideig. Rendben. Jó időtöltést kívánunk. Nem oda, oda be. Fog meg a konditerem, ahol van. Akkor nyugodtan gyújja ki magát. Rendben, megvárom az arab barátomat a gyúrásra. Ha akármivel gondolkoznak a elszökésbe, fönt vannak az örök, aztán csehát, egy innen folytatjuk ám. Hatástalanítják. Hatástalanítsák a kiszökés érdekében. Rendben.
Óriási. Na, további jó időt volt, és kívánunk. Köszönjük, viszlát. Óriási. Látjátok? Nem akarják, hogy itt a stream unalmas legyen. Itt folytatódik a játék. Ez hogy kerültünk, Ediász? Hallod? Teljesen ki vagyok borúva. Ezek fődobtak minket. Ezt én is összetematekoztam, hogy valószínűleg nem maguktól találtak oda a rendőrök. Hallod? Én ezt nem hiszem el. És tudod mit mondt Fek a telefonba? Hogy ő volt a felbújtója az egésznek. Ő befolyásolja a többieket, mindenkit. Fek volt a háttérben az irányító. Igen. Akkor Fek miatt van minden. Csak tudod mit nem értek? Amikor megkötöttük a szövetséget, még te nem voltál itt. Lövik a helikopter. Milyen helikopter? Nem tudom. Esküszöm valami. Tényleg. Menjenek el a zsaruk innen már. Szóval annak idején, még a rókáik ellenezték a szövetséget, érted? A Feka miatt. Erre meg itt van. És milyen volt? És tessék. És tessék, itt van. De hát, ja. Hú. De úgy, hogy legalább mi megismerkedtünk, érted? Ja, ez mondjuk pozitív. Hát most. Ja, meg tudod mit mondott? Hogy azért is feladtak minket, mert így a körözést levetették. Az egész csak mindenkiről levetették a körözést. Így, hogy fődobtak minket. De várjál már, hát akkor most nem valami taktika volt csak. Összematekozták, hogy most kettőnket feladnak, és akkor mindenki szabad lesz. Hát de mi nem vagyunk szabadok. Hát, csak lesz valami megoldás, gondolom, nem? Most nekem ebből ez jön le. Fődobtak volna minket azért, megvezettek volna minket azért, hogy megcsinálják ezt az egészet. Hát most ez észszerűnek tűnik, nem? Azt mondja az most arra, mi más iratta volna fel minket? Most csak azért, mert most elmentünk egyszer-ketten külön fél órára, azért most csak nem adnak fel minket. Hát ja, ez mondjuk hülyeség. Azért annyira nem buták. Kutyuli az egy vészmadár, azt tudjuk, de az azért az állandóan hisztizik, ja. Hát mindegy, valahogy ki kell jutnunk innen. Nincs meg az alagút. Hát szerintem az alagút az már lebomlott. Vagy nem tudom. Nézzük meg, megnézzük. Csak erre van az alagút egyébként. Hát, hú, pakker, én se tudom. Hát én csak kihozattalak, én nem voltam, nem jártam itt most sosem. Francesra, akkor nézzünk körül, valami kis... Ilyen járat kellene, hogy legyen. Nem tudom, hogy merre van. Hát akkor, hát pedig elég nagy az a bőst, el leszünk egy darabig. De várjál már, tehát itt nincs semmi őr, meg semmi. Figyelj, el kéne venni a fegyverüket, vagy leütni. Nincs nálad semmi szúróvágó eszköz? Semmi, hát semmit nem vettem nálam, azt csinálom, hogy az oknim rajtam van, mivel a cipőm. Ilyenkor mi van? Hallod, valami kés vagy van, valamelyik asztalon semmi. Nincs. Nem, de nézzünk körbe. Nézzünk körbe, egy kést hogy... kellene találni. Ha játékban valami lenne egy kés, csak fő, le tudom erpézni. Figyelj, agyon kéne verni egy győrt. Vagy megölni, vagy kéne egy kés. Egy kés, nem lehet fő... Nézzük meg a konditre, sehol nincs kés. Valahol nézzünk. Csak lenne egy kés, akkor lehetne. Így nem akarom csak simán elővenni, mert az úgy gázos, de ha lenne valahol itt kés. Látnánk az asztalon egyet. Tehát akkor is. Menjünk föl itt. Hát ott az őr. Aha, látom. Ha és ezt tovább tudunk venni fegyvert, szerinted valami? Figyelj, nem tudom, de... Nehogy az a baj, hogy puszta kézzel szállunk szembe vele, lehet, hogy vannál a fegyver. Hát az bajos lesz, igen. Inkább találjunk ki valami észszerűt, nem? Most jó, most behoztak minket, most fogadjuk el ezt a helyzetet. Igen. Most a többiek ezek szerint akkor szabadok, nem? Így van. Ami nekik jó hír, mert mi meg itt rohadunk bent. Én azt mondom, hogy kemény izé legények, hogy megoldjuk a ketten ezt a helyzetet valahogy. Hát remélem, számítok rád. Csak összematekozunk. Igen, valami terv kéne. Valahogy kéne egy telefon amúgy. Egy jó. Telefon jó lenne. Elvették telefon tőlem, az a legnagyobb probléma. Ja. Hát, nálam sincs, hogy rádiósan, hogy telefon. Telefont kéne szerezni, vagy valakivel kéne, valami külsős kontakt kéne, aki be tud járni hozzá, hogy valami érted. Ja, jó lenne. Na most... De azt nem hiszem el, hogy egy minden emberünk azt mondta a Fek, hogy odaállt. Elfogadta mindenki, hogy minket behoznak. Lehet, hogy valaki ide jön segíteni, nem? Hát remélem. De most, de várjál, most pontosan itt van valaki. Valahogy próbáld meg felidézni ezt ki. Ezt ki?
Ez ott állt, amikor behoztak minket. Szevasztok, szevasztok. Szevasztok, ki vagy? Gyertek, gyertek, itt az autó, gyertek, menjünk innen, gyertek. Nem tudunk kimenni sajnos. Mi az, hogy nem? Tehát neked csak én egyébként bele menni, csak de. Mondom. Hát itt nem jöhet, nem jöhet be, mi? Megkérdeztem mindenkit. Hát, nem kéne itt lenned. Nem jöhet be, mi? Megkérdeztem valakit, és ez de nem kéne itt lenned, akkor se. Értem hát én, hogy te megkérdeztél valakit, de nem is. Hát itt egy Isten mondta. Aha, szia. Ura. Arra gudd, de... Nem, azt nem. Arra gondolom, engedélyt kértek, hogy bejöjjön. Hallod, legalább egy telefont adhatott volna. Na, keressük egy telefont. De ott az őr. Nézzük meg, hogy van-e rajta fegyver. Ha nincs rajta, na, akkor megöljük. De hallod, nézd az ember a tetőről, légy szíves. Ott is áll egy, ja, három, ja, négy, öt őr van. Ja, tényleg! Lehet nem nagyon kéne erőködni annál az egynél sem. Ó, mert a másikat vízi végignézi. És elvenni tőlük a telójukat nem tudjuk? Az a kérdés, hogy van a náluk telefon, a börtönőrök, érted? Tehát most nem biztos, hogy rendre behozhatnak egyáltalán telefont. Akkor mi a terved? Hát nem tudom. Nézd, hogy hátom van valaki, vagy keressünk. Nincs olyan bejárat, ja. Amit nézünk őre. Vágom, csak arabik más terveznek. Gondolom nem csak ennyit akar RP-zni, hanem hogy jussunk ki RP-sen. Nem csak az, hogy valaki bejött, az kivisz minket. Menjünk fel a tetőre, nézzünk körbe a tetőn, nem többet látom. Át felenged minket az őr, nem tudom. Jó, nézzük, hát csak sétálj, ha szabadon mozog, lehet mozogni. Hát itt benne lehet, igen. Köszönöm neki. Jó napot. Hallodok meg te, nem merem. Jó. Jó napot, csak nézelő. Ja, ja, jó, 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 jó napot. Persze, sem baj, sétsz, ja. Ilyen börtön RP amúgy is ritka. Magyarázz valamit, de. Börtön, itt RP-znék egy évig. De nem jöhet, nem RP-s, hogy csak egy civil bejön ide a börtön területére. Értsétek meg, hogy teljesen logikátlan. Rohadt nagy ez a börtön, csak mondom. Hát igen, ezt mire körbejárjuk, de csak találunk valamit. Azt nem tudom, hogy amikor egyszer mondja, kihozottalak innen abból az alagból. Igen, 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 igen. Nem, nem rémlik, hogy hol van. Véletlenül semmi. Figyelj, az a baj, hogy... Most innen föntről nézzük, most nem? Valami irány, semmi, támpont, valami, semmi. Valahol középen volt, nem tudom. Középen. Lehet, hogy egy-e arrébb. Itt menjünk be középre. Biztos, hogy nem itt volt, ahol a konditerem van. Szerintem itt lesz egy-e odébb. 9-es C épület, de chat, hát miért nem látom a térképen a börtönt amúgy? Ja, lehet, hogy a fiber-t újra kell raknom majd. Várja, ez van itt középen, akkor nem jó. Hát, én nem tudom. Jó, menjünk le, ott fogok biztosat mondani. Jó. Szerintem sincs bemappolva. Szerintem erre volt. Menjünk. Bocsánat. Ez őre, vigyázz. Fogalmam sincs, hogy hol volt. Kilence? Itt van a kilences. Ott a sarkon talán? Lehet, hogy itt lesz. Nem. Hallod, nem vág. Itt szent... Valahol itt kellett lennie. Én összezavarodtam egy kicsit, ez mi? Ne vagyok tévedve. A falon de hallod, marad... most, hogy téged kihoztak a izéből, azon az alagúton keresztül nem lehet, hogy ezt le is bontották? Amúgy? De amúgy ezen gondolkozok, hogy mivel azt lehet, hogy betömték. Hát ez valószínű. Várja, gyere! Hol?
9C épület. Nem, ilyen betömték. Betömték, de én épületekről nem emlékszek. Kelly. Vettek Kelly-t. Ki az állított össze? Nem szerintem. Tudom. És mit akarom? Remélem nem kivinni. Na már csak ez hiányzott! De rosszul vagyok, mert nem kéne itt lenni, tiszteletem. Annyira nem kéne, hogy itt el, hogy még csak azt se akarod, hogy megmentsünk titeket? Honnan nem, tudjátok, nem. Hogy itt vagyunk? Láttam titeket végigkövetve. Nem rátok akarjuk, lőttek? Hogy megmentsetek. Rák lőttek, bizony. Mi voltunk, mi akartunk megmenteni az titeket. A baj, nem hogy, tudtuk, hogy ti vagytok itt, hivatalosan, ugye az arab valamit tervez, de ugye nem menthetnek ki. Az meg ott a kicsoda. Nem tudom. A unicorn is múltjára ütétbe. Nagyon, nagyon rendesek, meg kedvesek, de nem, tehát nem, köszönjük. És te mit mondasz, Zirio? Figyelj, az lesz az utolsó, hogy tőled kérek segítséget, úgyhogy húzzatok el innen. Akkor rohadjatok meg a börtönben, visszavasztok. Az lenne az utolsó, hogy tőled kérek, kiszabadulok, megöllek, megöllek! Hallod? Na. De szerinted? Csak ős ellenségem, érted? És ki akar vinni? Nem úgy tényleg. Vigyázz, nem rám, szállj, megcsinálom. Ja, nincs ilyen, hogy egy helikopter simán leszáll a börtön kellős közepén. Igen. Igen. Na. Csak abban hagyják a kimenekítésünkön. Nem rendesek meg minden, de... Csát, azért, mert nem ez lesz a módja. Ja. Na várja, valahol az egy sarki épületnek kell lennie. De hol a fenébe van? És hát nem tudom ti mit láttatok. Itt nem tudunk bemenni? Várja, onnan bentről az... Hát én nem, komolyan mondom, nem tudom. Szerintem betömték, hát a 9C tudod merre van? 9C, ez a 9B. Itt volt. Kilenc A, B, hol a C? 9 A, B, 9-es. 9 C. Szerintem sincs amúgy. Nincs meg. Csak nincs ott. Én nem tudom. Mondom, szerintem az betömték amúgy. Valószínűleg betömték, igen. Hát megtudták, hogy ott menekültetek ki, vagy valaki tudta. Ajjaj, ezek nem verekedni akarnak? Nem tudom. Nézzük őket. Mik ezek? Ott jött egy autó, nem láttad? Nem figyeltem. Megint ki akar valaki minket menekíteni. Jönnék, hogyha abba hagynák ezek a nagyon hős új emberek a kimenekítésünket. Semmi okuk nincs arra, hogy kihozzanak innen minket. Nem is értem. Utána meg kérik a pénzünket, pénzüket érte. Meg itt van nagyon sok őr, meg minden. Igen, ma evolúció. Nem engedni, hogy leszálljanak, meg bejöjjenek, mert meghalnának szegények, tudod. Ezek nekünk ma... Ezek nekünk akarnak jönni. Összeverjük őket? Aha, lehet. De ide is, hogy jön be egy autós? Ja, az ezért volt, szerintem itt dolgozik. Dolgozik? Aha. Verjük meg őket? Hát nem. Jó, hát ha van náluk valami. Valami, ja, hát. Jó, de várja, mert hárman vannak, egy elég necces. Meg ezek eléggé ki vannak gyúrva. Azt látom. Hogy, hát... Nagyon ránk vannak feszülve amúgy, egy májon is. Jó, na hogy, hogy legyen? Mind a három ránk jön, vagy... Nem tudom, nagyon jó kérdés, hogy... Fijai, az rá van készülve, nagyon. Ne, dubáljál! Kérette az elsőt, kérette az elsőt. Jó, jó, megyek. Vagy a májon? Ja, ő is, az eredik. Jaj! Nem tudok ütni! Az ilyen Diego harca! Gyere ide! Csak ha főteszem a kezem, akkor... Na, ez az egyet csak végzünk. Gyerünk! Gyerünk! Adok neki! Nessze neked! Vigyázz, nehogy hátba vágjon! Vigyázz!
fuck? Lame ass. Ezek nem halnak meg. Csak meghalnak meg, előbb, hogy csak elállulnak. Menj innen! Jaj, bocsánat! Bocs, bocs, bocs! Hey, Buster! Adja neki, azaz. Nem halnak meg? Fucker! Én fogok meghalni mindjárt. Ez az egy megfeküdt! Pedig egy meg, azaz! Tapasd! Fucker! Tapasd! Ne! Áááá, de rosszul vagyok! Jó, szerintem menjünk a faszomba. Áááá, menjünk innen, ezek összevertek minket! Gyere, gyere! Áááá, bocs fiúk! Áááá! Ez rossz ötlet volt! Bakker, ezek jó hevertek minket, ja! Bakker, ez nem volt jó ötlet! Csett, ezek jó megvertek minket! Nincs ott már csepp. Bakker! Francessen bele! Ó, van nálam köt... Ó, van nálam, be tudom kötni a sebemet! Ja, ez fájdalomcsillapító. Honnan? Ó, egy volt. Egy volt, nem tudtam elfelezni. Hát félvárapattad volna. Testvérésen elosztani. Ott rá, az őr... Nem tudom. Fú, hallod, nincs. Egy kést kellene keresni, ki tudnánk nyírni őket. Hát, de meg akarsz számolni egy őrt? Mikor menjél? Nem az őrt. Ja, rabokat? Ez, rabokat akartam kinyírni. Az tényleg kéne amúgy valamilyen. Kést kéne találni. Szia, BC. 2v3-ba vetsek nekik, ja! Hallod, kérsz egy kis kábítószert? Az is van nálam. De honnan vannak nálad ilyenek? Hallod, nem vették ki a zsaruk. Vajon még amúgy valaki? Figyelj, nézd csak! Ne, ezt nem hiszem el! Azt már ketten csak el... Csak keverjük! Man, you ain't about shit. No touching! Adja neki! Azaz, adja, ezt meg kell... Jaj, összerúgtunk! Nem jó! Azaz, megfeküdt! Jaj, baszpont! De szép volt! De ne, menj már innen! Menj már innen! Ez meghalt! Ezt! Jaj! De nem, nézd meg! Nézzük, nincs nála semmi. Francessen bele. Ha van, találsz a kést, akkor add nekem. Csak most akkor leerpéző, hogy nem? Találnál a kést? Hát ez üres. Nincs nála! Semmi nincs nála. Francessen bele. Ez csak belénk akart kötni, mert újak vagyunk, tudod gondolom. Ó, bakker. Ez üres volt. De mit csináljunk? Nem tudom. A másik kettőn is lehet. Hátra van az őr, érted? Az, ja. Figyelj, nincs itt, a cipőjébe szokta a kést elrejteni. Hát nem tudom, nézd meg, fedd a cipőjét, én hozzá nem nyúlok az ilyen bűnös emberekhez. Hát itt rohad már mióta. Jó, rendben, lehajlok az úrhoz. Hoppá, hoppá, itt valamit érzek. Ezt nézd. Na? Ez volt nála. Na most menjünk vissza busszút, az elég. Jó. Ez így reál, nem? Ilyeneknél szokott lenni. Jó, de akkor most egyedül meg kell csinálnod, hogy véletlen leböksz. Jó. Megcsúszik, mert zsíros voltak ezek, akkor ezt akkor baj is lesz. Az ilyen roboknál azért szokott lenni bökő. Jó, azt a kettőt leszúrom. Jó. Lehet, hogy te is találsz magadnak. Már csak egy van? Jó, menj innen, adok neki. Jó, meg vagyunk. Ó, a másik nem tudom, hol van. Jó, nézd meg. Hát te pogottam a... Ez nem erdés? A dragját, meg a rámszállás, nem nézem be a nyolka. Cipőt is lehúzom. Na?
kinyithatós bicskát. Aha, volt nála, volt nála. Egyébként. Jó, ezeknél van általában, jó. Akkor gyilkoljuk meg az őröket, vagy mi? Egyesével? Hát, ez nagyon rizikó, az a baj, fegyver van. Amelyik háttal van, akkor azt kéne álló, szólja. De várjál, amelyik ott fönn van, azokat nem figyeli egy se. Nézz körbe, itt egyetlen egy van ott fönt. Itt több nem lát ránk. Biztos, hogy ja, de, ott van, ott van. Ah, már sokan, de sokan vannak. Jó, tűnjünk el, hogy azt higgyék, hogy mi öltük meg. Nem tudom, hogy hogyan tovább, ha kijutunk, meg először jussunk ki. Lehet, hogy csak vasárnap jutunk ki, csak. Jó, akkor mi az ötleted? Van bármiféle ötleted? Hát valamit eszeljünk, járjunk meg egy pillanatra, eszembe. Valamit próbáljunk meg összerakni, hogy hogy kéne ezt a helyzetet megoldani. És azt nem tudom, hogy mi lehet a fekáiknak a tervük, hogy van-e tervük, érted? Vagy most, hát figyelj, most itt hagynak minket megrohadni, vagy segítenek? Nem hiszem, hogy segítenek. Meg érted, gondoljuk át, ha segítenek is, utána mi lesz? Ez viccnek rossz volt. Hát viccnek kurva szar volt, ez biztos. A késed meg tudod mutatni, vagy én hoztam el csávótól? Szerintem te hoztam. Ja? Ja, adnom kell, mert csak leerpészte. Akkor magamnak kell vennem egyet. Megvan? Ó, aha, igen. Nem nagyon szabad mutogatni, hogy ja. Valaki tízeljön, érted? Figyelj, érted, utána mi lesz? Hát, ennyi embert mészároljunk le, mindenki ellenünk fordult. Hát, most nem mindenki ellenünk, mert a csapatnak az Simon János, az mellénk, nem érted. Minket választok. Mivel ez egy ilyen RP lehet, most, hogy kéne valamit, ha kérsz engedélyt. Csak bejönnek látogatni minket, nem? Valaki. Csak hoz nekünk valaki egy telefont. Hát figyelj, a Feka azt mondta, valami. Hogy jön majd látogatni. Akkor jöhetne hamarabb is, hogy most meg kiderüljön. Jó, hát állj, menjünk a bejárat fel, nem? Akkor tudjuk látni, hogy jött-e valaki. Hát itt az előbb bizony, hol néztük az autót? Hogy honnan jött? Hogy várjál, hol jöttünk be? Azt kéne, hogy hol hoztam a rendőröt. Jó István. Na, majd keressük akkor a kijárat, de lehet, gyere erre. Azt is meg kell érteni, János Simon, hogy a stream a szórakoztatásra is épül. Ez az. És azért csinálunk ilyeneket, hogy még izgalmasabb legyen. Itt most senkinek semmilyen hátrány nem származik abból, hogy vettünk egy PP-s kést. És mivel van a szerverem, másnak is van ilyen lehetősége. De itt volt az autó, meg itt raktak ki minket, nem? Valahol itt jöttünk be. Vagy tovább? Nem tudom. Egyszerűen nem vágom. Hát ugyanitt vagyunk! Ez egy labirintus, amúgy esküszöm én is. Francessen bele. Vagy menjünk ki az útra, nem azt ott nézzük. Ja, nézzük, görbe megyünk az úton, akkor abból nem lesz baj. Igen. Ja, lát! Itt van. Csoda? Ez az unicorn is fejű. Ezt már én azt sem meg. Öld meg, menj oda, öld meg. Ezt lelököm. Szerintetek megöli? Ez a szarom, ez egy állat. Halad! Volt nála telefon? Nem tudom, most át kéne. Jó, nézd meg, lehet volt nála telefon. Jó, figyelek, örködök. Telefont el tudjuk tőle venni. Egy telefon van nála. Ennyi, semmi más. Ennyi, akkor ez lehet segíteni, akkor tekünk hallod-e? Ma mindegy. De honnan tudta, ja, hogy ide hozzuk, vagy ide hoznak? Tessék, rönöm a telefon, jó. Valaki csürges van. Jó, de kit hívjak fel? Nekem senkinek a száma. Kit hívjak fel? Nem tudom, Rókát, Kutyulit, valami. Kérdezd meg, hogy most mi a tökön van, mondják már, hogy most mi van. Hullát addig, mert valamit kezdek fel bedomolni. Ő volt a kamikáze! Na, kit hívjunk, chat? Nem lehetne, ott ne vegyétek el. Ja, akkor ki kell dobni, mert nem lehetne itt igazából.
Ja, ez mondjuk netszerű. Feka írja, hogy nem lehetne itt, úgyhogy ne vegyük el a telefon. Az előbb is el lett küldve, nem lehetne itt, de nincs is telefonunk. Hallod, ez a telefon nem jó. Ezt nem jó. Nem jó. Nem mondod. Nem jó. Hát nem mikor jó. Beengedik ezeket, érde, ezt sem tudom, hogy jött ez a csávó be, de ne, biztos, hogy nem hozhat be telefont, érted? Hát úgy kezdtem mondatot, hogy sikerült megbeszélni az őrekkel, hogy bejön. Értem, de... nem tudom. Akkor használta, én nem használom. Ez a baj, ja, hogy ez lehet, nagyon necces. Lehet, hogy lehallgatják, igazad van. Hagyjuk. Figyelj, ezeket lehet, hogy lehall... meg miért segít... de érted, miért segítene hát, nekünk igen, egy igen, ilyen igen, ember? Igen. Semmi köze ahhoz, meg semmi érdeke nem származik abból, hogy segítsen. Nem lehet itt, hát nem engedik be így az embernek. Ja, hagyjuk itt meg... ezt a telefont, én is azt mondom, az a biztos, hogy igazad van. Ja. Lehet, hogy lefülelnek minket, hogy kiszabadulunk ezt cső. Lehet, igen. Jó, menjünk tovább. Próbálhat maradjunk az áternél. Jó. De oda menjünk a bejárathoz. Az a biztos. Nagyon sokan nem értitek chat az RP-t, amit most nyomunk. Nem tudom megmagyarázni feltétlenül. Élvezétek. Remélem azért páran értik, hogy miért mit csinálunk. Én sem tudom amúgy, hogy most mit kéne csinálni, de ez a srác se RP... semmilyen RP előzmény nincs abban, hogy ő kiszabadít engem. Nem is érdeke az, hogy segíts, semmi érdeke nincs. Igen, nem tudom melyik admin mondta, persze szegény unicorn is most igen, de... nem tudom melyik admin mondta. Itt vagyunk, ez a bejárat. Aha, ez igen, a bejárat. Ez az, igen. Aha, már értem, hogy jött ebbe. Ja. Ja, hivatal, nem lehet zárni azért. Hát most, hát én. Majd Pedinek kell mondani, hogy rakjon rá lakatot, mert igazából ezért. És hogyha most, na most el kéne dönteni amúgy, hogy most mit csináljunk? Segítsünk nekik ebben, hogy most ez megoldódjon. Hogy mindenkiről legyen ez a körözés, tudod? De figyelj, hogyha kiderül, hogy basszunk a rendszerre. De figyelj, hogyha kikerülünk innen, akkor ugyanúgy visszaírják mindenkire a körözést. Vagy így akkor automatikus, ha kijutunk rajtunk, ugyanúgy rajtunk marad. Hát de most gondolom itt az a logika ebben, hogy ugye ők feldobtak minket, tehát úgymond elárultak minket. Így van. Tehát, hogyha elárultak minket, akkor miért segítenének nekünk, érted? Meg hát miért fogadnánk el a segítséget, szóval igen. Most asszik, hogy vita van közöttünk, szóval hogyha ki is jutunk, akkor nem gondolnák, hogy ők azok segítettek, érted? Értem, hát akkor ki kell... az alkunak az ő részét, azt ők megcsinálták, meg teljesítették. Igen, ez igaz. Akkor úgy kell kijutnunk, hogy nem ők tőlük kérünk segítséget. Nem? Hát nem tudom. Hát most tényleg nem tudom, hogy most ők... hogy most... akarnak-e segíteni, vagy nem? Ezt kell kideríteni. Jó. Csak hogy tudjuk én ezt kideríteni? Úgy jönnöm, aki látogatni. Hogy valami telefonzítunk valahogy. Fogalmam sincs. Mert ez így... Igen? Nem átsadtak egyébként. Ha nem adtak semmi ruhát. Itt hagytak minket, mint a szart. Ja, nem nagyon foglalkoztak velünk. Gondolták azt, szerintem gondolták, hogy az őrök majd jó elbánnak velünk. Hát ha nem lenne késünk, agyon is vertek volna minket. Hát amúgy az biztos. Hát nem az őrök, hanem arabok, de ja, igen. De kaptuk egyébként, azért jó szétvertek minket. Ja. Lehet, hogy itt az alagút. Nézzünk körül. Chat, lehet itt középen mentünk, nem? Nem. Nem tudom. Erre. Itt volt, nem? Nem? Nincs itt semmi. Jaj, az őr sétál ott fönn, de befostam. Nem tudom. Nincs már alagút, chat. Szekrény ajtón nem lehet bemenni. Nem nyílik chat. Na most kapcsolód el, nem jön. Ja, ez itt a feszültség. Ez áram, ja. Ez nem megy ja, bele. Ja. Francesz sem bele. Nem
Láttam chat. Fogalmam sincs arra. Jó lenne, ha jönne valaki. Ez eléggé nagy probléma. Olyan para, hogy mászkál. Nem, nem, ilyen szellőző világban. Érted, most én belső hangkommunikációmmal csak beszélek. És akkor hátra valaki majd jön látogat minket. Hát figyelj. De ha a saját embereink is jönnének utána, ezt valahogy ennek meg, ezt meg kell beszélni, mert ez nagyon aljas volt tőlük. Hát eléggé, igen. Ezt én nem gondoltam volna. Jaj, be oda van bagolva. Mert mit jelent cannabis? Eltűnik a... Franc essen bele. De az, hogy a Jézus kimentsen, az lenne az utolsó. Hát életem végéig tart, életem végéig tartoznék neki. Nem az, hogy tartoznék, ezt hallgatnád éjjel-nappal. Hogy mert, hogyha én nem lettem volna, hallod, akkor így megoldom. Ez az egy őr van itt, ezt leszúrjuk, ezt leszúrom. Ennél lehet, hogy van telefon. Várja, hol van itt őr? Itt van fent. Gyere. Na, hogy mi? Nem azt tudod véletlenül, arra figyelj. Jó, menj arrébb. Majd ha megfordul, Jó. Sikerült. Ja, szemüvege leesett. Hát annyi baj legyen. Nem tudom, valószínűleg nincs nála telefon. Megnézed? Aha, hát nézem be. Hát te fogottam egy zsebet. Tehát ennél csak egy izé van. Egy sokkoló, azt ennyi meg egy gomibot. Ennél nincs semmi más. Frances sem bele. Jó van. Ja, hát szerintem ezek nem voltatlan be, tudod, pont ezért, hogy... Ja, nehogy ilyen legyen. Ezért rafináltak, mint mi. Ja. Nehogy elvigyük tűnik a telefont. Ja. Fegyver sincs nála? Kulcs van nála. Kulcsa nem tudunk kisétálni? Hát az kétlem, hogy... A nagy kapunak a kulcs lenne. Ja, mondjuk a nagy kaput, ja, az is kockázatos lenne nekik. A főhaj főbejáratot biztos nincs, hogyha átgondoljuk. Nézzük meg a izőt, gyere. Kaput hátra jön neki. Jó. De hogyha jön is, hogy jön be? Vagy a telefont? Hát, csak lesz valaki, aki... neki tőrök. Exercise book! Nem nagyon akarnak minket kimenekíteni. Aminek lehet nem kéne itt lennünk itt középen, nem? Hallod? Nem. Lehet, hogy nem. Franc essen bele. Csak nem lennett le minket. Mi ez? Be tudunk menni? Ah, de itt erre lehet jönni szerintem? Nézzük meg. Rég volt ilyen börtön RP-chat. Ide át tudtunk. Hallod? De nem menj ki. Ez itt de mi? Nem menj ki szerintem. Lelőnek minket mi? Ah, szerintem igen, hogy ez ne lőtös. Tető van a lagun, tehogy van! Nem jön értünk senki. Nem akarnak ezek kimenekíteni. Új, nagyon kiabálnak! Hallod, ez ilyen nagy! Ez cool. Franc, essen bele!
tudod, menjünk be középre, szerintem, nem? Jó, jó. Hát van valami, történt valami az úton. Jó. Hallottam valami autót. Szerintem itt nem tudunk visszamenni. Ah, itt ja, igen. Aztán van valami kis kapu, de nincs. Nincs. Szerintem arra nem tudunk menni. Visszafele kell menni. Jó, menjünk akkor vissza körbe. Viszont ott volt. Köszi András Simon, de szerintem akkor már kivették. Be lehet menni a börtönbe, nem? Be, de értsétek már meg, hogy mit RP-zünk. Kicsit komolyabban akarjuk venni, úgyhogy mármint, hogy nem mehetek ott ki, mert a börtönről lelől. Most, hogyha belegondolunk, akkor nem lehet ilyet. Azért a srácot is azért szúrta le az arab. Mi? Ja, itt az autópályán mennek az autók, aztán jött valaki. Ja. Nincs már alagút cset, ez biztos. Az alagút az jó ötlet volt, mert az tényleg úgy, hogy tényleg egy alagút van ásva és úgy ki lehet szökni. De itt már, itt várunk valakit. Arab azt erőteti, hogy várunk valakit, úgyhogy biztos, hogy jönnie kell valakinek. Arab belaggolt. Nem jött senki még mindig. Már ide se jöhettünk volna ki. Csak mondanak valamit, hogy most mi van. Hát ha nem, de, nem szerintem, ezek tényleg azt akarják, hogy itt rohadjunk meg. De mindenki, hallod? Egyen, igen, igen. Senki nem jön ide. Igen, szerintem... Én arra tippelnék, hogy ezek az emberek közül valakinek jönnie kéne. Szerintem is. Ez nagy probléma. Jó, oké, hogy ott volt, de nincs már. Senki nem érdekel, hogy minket, pedig mindenki ott volt, mindenki tudta. Lehint azt akarod, hogy kövi live legyen a folytatásra, hogy csak hamar behoztak titeket. Ja, akkor lehet amúgy, hogy ezt így tervezték, hogy ez így mára így ennyi. Jó, akkor beszéljük meg most. Lehet, hogy majd másnap fognak jönni, de beszéljük meg azt, hogyha kikerülünk innen, mit fogunk csinálni, mi lesz az első teendő? Először a Zolát el kell távolítani. Ez 100%. Biztos, 100%. De így a BMW-ről mit gondolsz? Hát figyelj. Meg kell kínozni. Mindenki azt mondta, hogy a BMW-nek a felelőssége az ez. Így van. És mivel eléggé fugyán beszélt itt a napokban, meg nem a mi oldalunkra, hát én azt mondom, hogy mennie kell akkor a BMW-nek. Mennie kell a BMW-nek. Hú, chat, BMW-t kirakjuk a frakiból, ez kemény azért. Nem tudom, hogy mit is mondják én. Hát ez nagyon kemény, figyelj, én bírom őt meg mindent, de ezt nem kod... Ő váltig állította, sőt, még mondta is, hogy kérjek bocsánatot tőle. Amúgy én. Úgyhogy ez probléma. Nem tudom, honnan szedte össze ezt az Zolá gyereket. Már akkor mondtam okosan. Neki. Igen? Várjál, akkor csináljuk úgy, hogy valakinek parancsba adjuk, hogy megöljék mind a kettőt. Igen. De ez nem, ne tudjunk ki attól a parancsot. Jó, viszont az a helyzet, hogy Bikának meg D-nek elmondtam ezt. Nem tudom, hogy továbbadták-e. Hát. Lehet, hogy már kinyírták, érted? Vagy nem hiszik el, mert hogy én mondtam. Lehet, hogy nem is hisznek most nekünk amúgy. Igen, az nem baj, nem hisznek nekünk. Ja. Csak kell nekünk, szerinted ki a legmegbízhatóbb a csapatban? Kibe tudnánk megbízni? Most, akit mondanék? Én most D-t mondanám. De jelenleg bízhatóbb szerinted most az egész brigádban? Hát ezek után jelenleg igen. Lehet, hogy ővel kéne valamit beszélni. Hát csak jönnek minket meglátogatni, nem? Hát ezért mondom, mert Feka az előbb, amikor felhívott, azt mondta, hogy... hogy már a többiek is ott vannak vele, mert hogy beavatta őket a dologba. Úgyhogy lehet, hogy de szerintem van azért annyi eszük, vagy D-nek, vagy a többieknek, hogy nem hittek neki. Á, biztos, nem baj, Gyuri, hát, tudják, hogy nem olyanok vagyunk. Meg az unokaöcsém, érted? Hát igen. Ádika, hol vagy, alszó már! Amikor én nem voltam itt a városban. Lehet alszik a gyerek hónapban. Volt valami érdekes dolog? Történt valami? Mivel kapcsolatban? Amikor én nem voltam, tudod. Figyelj, ezek történtek. És ketté szakadt a csapat, és mondták, hogy ők bármi áron mellettem vannak. Sőt, még a Benit is mondanám, az nagyon ideges lett, hallod. Nagyon igen. Durván. Kifordult magából? Kifordult magából. Nem is számítottam erre. Úgyhogy akik mellettünk álltak, azok megbízhatóak 100%-ig. Működök kéne valamit alkotni.
Nem tudom, hogy tudunk nekik szólni. Figyelj, van havonta, hogy lehet telefonálni. Vagy hetente van 50 valami, perc. Valami izé van, igen. Fennmarad, elérhető lesz rögtön, igen, mindenki számára. Lehet, hogy most aludni kéne egyet? Lehet, hogy azt mondom, hogy aludni kell, és akkor szerintem, ha felkelünk, akkor legközelebb, akkor biztos, akkor hogy engedélyezik. Igen, meg telefonálni is lehet, mert jó, most rögtön bekerültünk, de utána engedélyezik minden nap a telefonálást. Volt ismerősöm már ilyen helyen. Igen. Köszönöm, Roland. És tudom, hát, hogy heti 50 vagy 70 percet lehet telefonálni. Uh-huh. Jó, hát akkor megbeszéljük, akkor megnézzük. Jó. Aludjunk egyet. Jó. Csát, ennyit terveztek mára, úgyhogy ez most így... Azért vigyázz magad, beszéljünk a live végén, jó? Jó. Dönzs el, hogy most... Most beszéljük át, Csát, hogy én mit gondolok, Pekti. Jó, oké, akkor itt találkozunk, jó? Aludjunk jó, egyet. Jó, aludjunk egyet. Jó. Oké. Csát, várjatok még. Nem tudok holnap live-olni, vasárnap lesz, de beszéljük át. Na, szóval. Ami történt, röviden összefoglalom. Ugye ketté vált a csapat, mert a főnökséget... Mizu öcsi? Nem az, csak kiléptem, mert folyamatosan crash-et. Ja, crash-et? Na, de lesz majd, lesz géped. Mit csináltatok? Átfestettük a kocsikat, meg civilruhába. Jó, de többet nem mondjál, nem akarunk többet tudni. Sziasztok. Na, szóval, ketté vált a csapat, és... volt egy békétű tárgyalás, vagyis azt mondták, hogy jöjjen meg Arabot, akkor visszaáll minden a kerékvágásba, de kihívták ránk a rendőröket. És a rendőrök most behoztak minket a börtönbe, és akkor valahogy ki fognak minket szabadítani. Viszont nagy pacsi mindenkinek, mert oké, hogy árulás meg minden, de hogy ez egy azért van, rég volt ennyi néző streamen is, hogy izgalmas legyen, és nem minden úgy történik, meg csalódhatunk a karakterekbe, hogy mi akarjuk. Nem megyünk DC-re? Nem, hát így az izgalmas. Hát DC ugyanolyan jóba vagyunk, meg beszélünk. Most mi akarjátok, hogy elmondják az IC dolgokat, meg minden? Nem értem. Pár néző néha, nem tudom, mintha másik dimenzió ez izgalmas, lenne. Igen. Most ezt te se tudod, hogy... Hát igen. Úgyhogy ezért nem értem. Na, de mindegy. Én elmondom nektek, Chat, hogy én nagyon rég élveztem ezt az egészet, hogy mi folyamatosan izgalmak vannak, meg minden. Jó, hogy kíváncsiak vagytok, de én is kíváncsiak, de szeretném, hogyha live-ba, mert hiteles. Úgyhogy én bízom benne, hogy tetszik nektek, mert nekem nagyon. És köszönjük a rendőröknek is. Egyszerűen nem tudjuk, hogy mi folyik a háttérben, és ez így jó. Biztos, hogy lesz valami, csak szerintem mára pont ennyit terveztek, valaki itt írta, lehet előbb hoztok be a börtönbe, és akkor ennyit terveztek, hogy izgalmas legyen a következő rész is. Nem tudok live-olni holnap, mert Pestre megyek, meg szombaton pedig a húgomékhoz megyek, úgyhogy vasárnap tudok live-olni. És ez hogy teszik jóvá, és ez tök jó lesz a folytatása, mert az is érdekes, oké, hogy kiszabadunk, de hogy lesznek a folytatása? Ott van az Olá RP, ott vannak a zsoldosok. Ja, a Lucky is írja, hogy túl gyorsak volt. Ott vannak a zsoldosok, mindenki. Ott van a testvérem, ő is hoz egy RP-t, úgyhogy annyi szál van, és Lucky-ék nem tudtak erről, gondolom, hogy megjelenik a tesóm. Úgyhogy nagyon, ott van az unikorn is, és vele is akarunk RP-zni. Ja, igen, Fritz, igen. Persze, megbeszélték ezt, de nincs rá hatásuk nekik se a továbbiakra, mert az alapötlet volt, ezt elmondtam nektek András Simon. Figyeltetek, hogy az alapötlet volt, hogy izgalmassá tegyék a streameket, csak hát egy kicsit elfolyulnak a dolgok, aztán ezt mindenki így, ahogy majd megy. Ja, persze segíteni akart, nem azért mondtam meg, Jasuszék is segíteni akartak berepülni, de az, hogy ellenségek vagyunk és kimentenek, nem tudom, meg egy ilyen börtönbe nem száll le csak úgy egy helikopter, meg nem jönnek be, úgyhogy nem tudom. Ja. Így van. Nincs az egész megszervezve, de azért csinálják, és ezt el kell fogadni. Meg mondom, nagy respekt a srácoknak, hogy belementek, mert itt a chat főrobbant, amikor elárultak minket, és szittátok őket, de nagyon fontos elkülöníteni az embereket és a karaktereket.
Ez olyan, mint amikor volt párszor velem is, meg ha én úgy döntök, ahogy nem ti akarjátok, akkor szó szerint megharagudtok rám. És ez nagyon nehéz ez a játék. Ezért nehéz ez a játék. Köszi Bálint. Úgyhogy, ja, úgyhogy értsétek meg, hogy ez azért is van, hogy tök jó legyen, és hogy jó folytatás lehet, mert ők nem tudják, hogy én hogy fogok reagálni. Ezt nem tudják, meg én sem, hogy hogy fogom ezt fogadni. Úgyhogy, ja. Ja, remélem, hogy megértitek ezt az egészet, és jó, mert jó, jó volt újra látni az 1100 nézőt, ezren voltunk, köszönöm nektek. Nem lapos az egész, mindig agyalni kell, következtetéseket levonni, úgyhogy szerintem ez tök jó. Úgyhogy tök jó. Úgyhogy arra kérlek titeket, hogy élvezzétek, tudom, hogy néha dühítő, néha a sorozatok is dühítőek, vagy az az ember. De értitek, a sorozatban megutáljuk az embert, ha úgy dönt, de magát a színészt nem. Ezt így tudnám jól definiálni. Ja, remélem jól magyaráztam el. A tagságokat köszönöm, a támogatásokat is köszönöm, köszönöm a lájkokat. Úgyhogy, ja, jó lesz ez, jó lesz ez. Remélem várjátok a folytatást, mert én a vasárnapot nagyon várom. De Ádi, azt mondták a srácok, hogy megoldható, úgyhogy megkapod a tápomat, meg a videókártyámat, és akkor egy új gépházra kell csak gyűjteni, jó? Örülsz neki, és akkor nem laggulsz majd. Ja, úgyhogy nem tudom kisorsolni chat a régi videókártyát, mert van egy cég, akitől kaptam egy 3080-at, meg egy új tápot, és akkor a cuccokat odaadom az Ádikának, mert crash-el, meg laggol. Persze Zoltán, azért mondom, hogy tök jó adnak a folytatása is. Igen, hogy viszonyulok kutyuliékhoz. Ja. Vasárnap 18:30-kor kezdünk, jó? Utána jövő hetet azt nem tudom, de szerintem 4 stream lesz akkor is. Igen. Úgyhogy ennyi. Na de írjátok le, remélem élvezitek. Igen, Jézusnak nagy taps szándékért. De úgy erpésztük le, hogy nem kérem a segítségét, úgyhogy... Ádika, lag nélkül durva lehet? Hát igen. De szoktál sokszor laggulni, nem? Mindig laggol szegény, és úgy lelől 5-6 embert. Jó, nem mindig annyira laggolok, de ja. Ja. Na, de majd az új cuccokkal akkor hasítani ja, fog. Ilyen 20-30 FPS-en van. Szegény. Szegénykém. Ja. Te vagy a főnök és ellenségeid vannak. Hát ez az RP nagyon összetett, és nehéz sokszor megérteni, de ezért izgalmas a játék. Most egy 10-50-en van, ugye a videókártya, 10-50. Ja, köszi Joker, nagyon jó volt az info is az Oláról, annak is lesz. A sapig ideges leszek. Na, ja, igen, rögtön elérhető lesz a stream mindenkinek, jó? Történt egy olyan dolog, hogy valaki subgiftelt 90-et és visszakérte a pénzt. Úgyhogy egy ilyen kellemetlen eset. És a feka ötlete volt amúgy az, hogy akkor cserébe kárpótlásul nektek, akkor ezen a héten rögtön elérhető mindenkinek a stream. Mert jó, nem az én hibám, de elég kellemetlen szituáció volt ez számomra. Mindenki tényleg csak akkor donételjen, legyen tag vagy subgifteljen, aki nem vonja vissza és megteheti és nem bánja meg ilyenek, úgyhogy... Úgyhogy ja, ilyenek történnek. De vannak ándó subgift osztók, meg újak, ők tudom, ők nem is kérik vissza, úgyhogy ja. Ja. Úgyhogy jó volt, várom én is nagyon a vasárnapot. Köszönöm tényleg mindenkinek, a rendőröknek is, mindenkinek. Csuninak is, sajnálom, hogy így alakult meg Jézusékkor, de velük is lesz majd folytatás, úgyhogy bevonunk mindenkit, akit tudunk. Igen, Botond, igen. Ja, lehet, hogy a proci, hogy nem, megkérdeztem a cyberéket, és azt mondták, hogy bírnia kell. Mert most azért egy új processzor azért az elég drága lenne. Hát akkor nagyon úgy, köszi, vagy remélem. Igen, jó volt mágus, köszi szépen. Köszi. Aki szeretne jött a szerverünkre játszani, jó a közösség, jól játszanak az emberek. Vannak történések folyamatosan. Köszönöm, hogy itt vagytok a streameken, úgyhogy, ja, ennyi. Hétfőn is lesz szerintem. Nem tudom, jövő héten mikor kell mennem Pestre, de majd tájékoztatlak. Hát adásban azért, mert új volt akkor az RP világa, és az volt a legizgalmasabb. Cybert?
Milyen szaró van? Cyber ezen van. Csak ő nem játszik mostanában. Ja, ja, ja. Úgyhogy ennyi chat, ennyi. Köszönöm szépen, mindjárt ahogy letelik a stream, akkor rögtön elérhető lesz. Köszönjük szépen mindenkinek, úgyhogy sziasztok moderátoroknak is, köszönöm. Vasárnap izgalmas lesz, várjuk a vasárnapot. Köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok. Csá, 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 csá. Sziasztok, sziasztok. Sziasztok. Sziasztok.